fel fog ugrani egy kis valami a ti oldalatokon, egy got it. Ha angolul van, akkor ez a got it. Igen, elfogadom. Done. Oké, okay. És akkor kérem, bocsánat, hogy bocsánat, még mindenki egy pillanat, Robi, még annyit szeretnék mondja. kérni a résztvevőktől, hogy nagyon szépen megkérek mindenkit, mivel nekem követnem kell ezt az egészet, hogy kiír be, 500-an vagyunk, 500 embernek a köszönöm, hú, de szuperek vagyunk, meg vagyunk. Ezt most nagyon szépen kérem mindenkitől, hogy ezt most hanyagoljuk, ezt most ne írjátok be, mert akkor azoktól veszitek el a lehetőséget, akiknek a kérdése elveszik ebbe a rengeteg Igen. sallangba. Köszönöm szépen. Igen, a mi oldalunkról teljesen másképp néz ki a rendszer, úgy néz ki, mint valamilyen televíziós stúdióban lennénk, és 1000 ablak, és 1000 üzenet, és az a lényeg, hogy próbálok fókuszálni először az előadásra, utána pedig a kérdésekre válaszolok. Akkor kezdjük. Szeretettel köszöntök mindenkit, Szentes Robert a nevem, ismertek, gondolom azért vagytok itt. Én az Egyesült Államokban élek, jelenleg Arizonában, és a mai előadás az az Expert Coach nyílt napról szól. Az Expert Coach az egy nagyon mély tréningkurzus, ahol én terapeutákat és coachokat képzek az elme mélységeire, a tudattalan világnak a világ rávilágítására, és több tucat, akár 100 technikát is tanítok az Expert Coach kurzusain belül. Ezelőtt van a Master Yourself, az amerikai kurzusom, a visszlátszorongás, annak egy pici része a Master Yourself, és az Expert Coach után van egy Quantum Core Transformation kurzus, ahol ahova nem lehet csak bemenni, mert ott, ahogy említettem más videókban, ott az ego, egy eszmeretlen profi ninja, és tényleg az ember bántja. Oda felkészülten lehet csak bemenni, és akkor most az Expert Coach vagyunk a második lépés, a harmadikban. Azért csinálom ezeket a nyílt napokat. Egy, hogy az embereknek legyen végre hozzáférhetősége egy mélyebb tudáshoz, egy mélyebb rálátáshoz, mert azt hiszem, ezt nem kell különösen mélyen taglalnom, hogy ami eddig így az embereknek át volt adva, az eléggé felszínes. Sajnos nem ennyire, vagy ezek a felszínes megközelítések pontosan oda juttatták az emberiséget, mint ahol most vagyunk, az ötödik civilizáció bukik meg és hal ki, mert egyszerűen az emberi elméről soha senki nem beszélt, és az emberi elme teremti a külvilágot, az emberi elme programjai teremtik az egészségünket, anyagi jólétünket, a párkapcsolati, a minőséget, és én erre specializálódtam most már 2010 óta. Nem akarok belemenni a saját személyes történetembe, mert úgyis ismertek, hanem a mai napon szeretnék egy előadást tartani arról, amit úgy hívnak, hogy a haszontalanság érzése. Mielőtt viszont belekezdek, kérem, ne játszottok, mert összeviszugrál a képernyő. Jó, szépen nyugodtan mindenki üljön, azt majd mikor te felteszek kérdéseket, akkor lehet, van ez az interaction. Az elme, ahol sokszor mondtam, az nagyon sok rétege van, több tízezer rétege van, és erről nagyon keveset tudott a világ, viszont innen jön majdnem minden nem kívánatos manifestáció, természetesen ugyaninnen jön a kívánatos, a jó irányú manifestáció. Amiről most előadást fogok tartani kb. 30 percig, és csinálunk egy közös gyakorlatot is, az az árnyunk, az egyik árnyunk, amit úgy hívnak, hogy a haszontalanság. Vannak hiedelmeink. Mi azt hisszük, hogy ez egy jó irány. Mi azt hisszük, hogy az egy csúnya bácsi. Mi azt hisszük, hogy anyu meg ezt gondolta. Mi azt hisszük, és itt a több tízezer hiedelmünk van, és erről mi nem akarunk tudomást venni. És bármikor ezek a hiedelmeink diszonanciába, azaz konfliktusban vannak az egyetemi törvényekkel, akkor mi belül triggerelve vagyunk. A triggernek az a célja, hogy nézzünk rá, hogy mi volt a jelen ebben a szituációban, és ezt le kell bontani, a triggert feloldani technikákon keresztül, és menni föl rezgésben. Nagyon sok tanítás, már 14 éve tanítok, és sajnos azt láttam, hogy nagyon sok tanítás azért felszínes, egy, mert nem tudják, hogy milyen mélységek vannak, a kettő meg nem lehetett eladni, ami nem volt felszínes. Tehát az embereknek ugyanígy felelőssége, és van ez egy ilyen dupla pengéi kard, ez egy angol kifejezés, nem tudom, magyarul mondják, ez a double-edged sword, hogy
Ugye most az ember néz, hogy mi folyik itt. Hát az folyik itt, hogy az ember eddig nem követelt egy magasabb nívót. Az folyik itt, hogy az ember nem követelt, hogy menjünk mélyebbre. Az történt itt, hogy az embernek nem volt önbecsülése arra, hogy mélyebbre menjen. Most ez változik, ezt is látjátok, hogy ahogy mondtam, hogy az égiek bekapcsoltak mindenféle napkódokat, szolárkódokat, és aki nem csinál önmunkát, nem megy igazán mélyre, nem tanulja meg a technikákat, az nem tud jól lenni. Tehát nincs jó. Az árnyvilágunk, ahova most bemegyünk, az nagyon-nagyon mély. Több tízezer rétege van, és az azt jelzi, hogy vannak olyan karakterek az elménken belül, az elmei világunkon belül, amit mi elutasítottunk. Ha valaki minket megszidott, tudod, te kis hülye, akkor ez a kis hülye, ezt mi elnyomjuk, és akkor próbálunk úgy kompenzálni, hogy ez a kis hülye ne, ez a kis hülyét ne érhesse támadás. És az a baj, hogy rengeteg ilyen elutasított részünk van, és egy párról tudunk, viszont a túlnyomó többségükről nem tudunk szinte semmit. Attól, hogy mi elnyomtuk ezeket a részeinket, ezeket az árny karaktereket, attól ők aktívan rezegnek, attól ők ellenünk rezegnek, azért ellenünk ránk támadnak tudattalanul, és nem is tudjuk meg a logikát, mert állandóan kompenzáljuk a nem kívánatos szituációt. A kompenzáció azt jelenti, most gondoljatok bele, hogyha itt valakit, titeket például haszontalannak hív, vagy nevez, te haszontalan, mi haszna valami. Ez nem esik jól. Egyetértetek? Ugye? Na, azért nem esik jól, mert bennetek rezeg aktívan. Magyarul él az árny. Attól, hogy el van a szőnyeg alá söpörve, meg tagadva, attól az még bennetek van. És akkor van az a magyar mondás, hogy akinek nem inge, ne vegye magára. Ez csak akkor lehet nem venni magunkra, amikor integráltuk ezt az elmében. Okay? És ma belemegyek egy kicsit ebbe az árnyvilágba, és felteszek olyan kérdéseket, amire nem, nincs rossz válasz, csak érezzetek rá, hogy mennyire fontosak ezek az apró felismerések, mert az apró felismerések, az apró energiák, ezek a bújtatott energiák, ezek manifestálnak, ezek teremtik a külvilágot, nem a nagy, hangos, tudott dolgok, amire azt hittük, hogy, hát, hogy azok. A pillanatot kérek. Csak. Kezdem is akkor az előadást. Biztos kaptatok már hírlevelet erről az előadásról. 500-an vagyunk, tehát betelt a szoba. Mielőtt elkezdeném, azt szeretném mondani, hogy ez publikussá lesz téve ez a videó. Tehát fel lesz az én YouTube csatornámra töltve, visszanézhető. Ha esetleg van kérdésetek, és nem szeretnétek az arcotokat megosztani, akkor kikapcsolhatjátok a kamerát. Tehát ez egy opció, jó? Csak hogy tudjátok, kezdjük is akkor az előadást. A haszontalanság érzésének elterjesztése az emberek között a mélyállam egyik leghatalmasabb fegyvere volt. A haszontalanság egy tudattalan árnyunk. Az uralkodó elit legsötétebb, legaljasabb tagjai maguk között csak egyszerűen useless eaters, angolul, magyarul haszontalan zabagépeknek nevezték az embereket. Tudatosan tették belénk és tartották életben ezt a programot évezredeken át, amit mi tudattalanul elfogadtunk és lejátszottunk napi szinten. Mielőtt részletesebben kitérnék a haszontalanság árnyára, emlékeztetőül mondom, hogy minden, ami kellemetlen, amiről mi nem akarunk hallani, amit mi elutasítunk, az egy eltagadott, megtagadott, elnyomott árnyunk és energia részünk. Ez az elmében van. Ezek a részek mindenkiben ott rezegnek. A mélyállam ezeket az energiákat azonban ellenünk használta fel. Ezt is tudjátok, hogy amiről mi nem tudunk, az nem azt jelenti, hogy nem létezik. Így van? Amiről mi nem tudunk, de létezik, azt mi, arra mi reagálunk, és ezt csinált a mélyállam. Hogy mint marionettbábukat rángatták a madzagjainkat, ezek érzelmeken
keresztül lehettek, vagy voltak csak lehetségesek. Kérem, halkítsátok le a mikrofont. Köszönöm. És ezért nagyon fontos a belső munka, és ezért nagyon fontos minimum a krisztusi tudatosságot elérni, mert a krisztusi tudatosság azt jelenti, hogy semlegesek vagyunk, azaz semmi nem szavar minket. Amikor valami zavar minket, amikor minket triggerel az a másik, a partnerünk, a főnök, akkor integrálatlan valami, még az elménkben általában ezek az integrálatlanságok, ezek a múltból jönnek. És akkor a tényleg, aki ismeri a nagyon mély struktúrát, rájön, hogy traumából jön, hogy ered minden. Beszéljünk akkor haszontalanságról. A létezik olyan, hogy haszontalan férfi. Ezek árny karakterek. Sokan ítélkezésnek is vélhetik. Létezik, hogy haszontalan nő, hogy haszontalan ember. Alapesetben mindenkinek, hogy említettem, a tudattalannyában ez megtalálható, nincs kivétel. És amíg ezek integrálatlanok, addig próbáljuk ezt kompenzálni, mégpedig úgy, hogy igyekszünk hasznosnak lenni. Próbálunk okosakat mondani, kitűnni a hasznosságunkkal. De mindezt azért csináljuk a felszínen, hogy ne érezzük azt a fájó haszontalanságot, azt az árny, azt a programot, azt a megsemmisítő érzést. Tehát az érzést tehát szinte mindenki bele van kódolva, mégis nagyon nehezen tudjuk megnevezni. És ezeket az embernek integrálni kell, különben a minta viszi tovább az embert, és nem az ember lesz az elméje ura. Az integráció annyit jelent, mert sokan kérdeztétek, és valószínű, hogy már közületek tudják a választ, az integráció azt jelenti, hogy mindenben van valami jó. Azt a jót kivesszük, a romboló hatását semlegesítjük, és akkor már immunissá válunk arra a bizonyos energiára, és ez úgy fog megjelenni a fizikai világban, hogy felmegyünk rezgésben, és semlegesek maradunk. Ha valaki nekünk szól valamit, ami ez azelőtt triggerelt, ránézel, ugyanaz az információ, akár ugyanaz a személy, hogy ez milyen érdekes, nem zavar, de jó. És ez lenne a lényeg az embereknek, hogy a triggereinken keresztül úgy menjünk fel rezgésben, ürítsük ki az elmét, hogy ne a külvilágba lássuk a problémát, hanem vegyük észre, hogy a mi elménkben az elvaratlan szálak kivetítettük, és a másik lejátszotta azt a szerepet. Sokat hallottátok talán tőlem azt, és sajnos be kell szólni néha az embereknek, mert annyira alacsony tudatosságba rezgett az ember, és ezt tőlem talán hallottátok, nem hiszem, hogy másnak van vagy tudás, vagy bátorság éneket mondani, az emberek egy sátáni programozás alatt álltak. Okay? Elmondom még egyszer, sátáni programozás alatt állt az emberiség. A sátán programjai több tízezer trükköt tartalmaznak, és minden, ami nem működik az életben, legyen az egészség, párkapcsolat, legyen az anyagiak, az azért van, mert a sátáni programok még ott rezegnek az ember elméjében. Emlékeztek, ezt mondtam párszor? Az antikrisztus világában éltünk. Ha a fényhez hohászkodott volna a nép, akkor bőségben élne, de nem az fohászkodott, és ezt nem tudta. Az egyik trükk, az egyik a több tízezerből, ez a haszontalanság. Most képzeld el, hogy ez egy program, ami fut a hátterünkben. Hogyha egy kicsit lelassítom a beszédet, hogy rá tudjatok erre érezni. Hogyan viselkedik egy haszontalan férfi? Nincs rossz válasz. Érezzetek rá, jön a válasz. Hogyan viselkedik egy haszontalan férfi? Nyugodtan küldjetek egy pár választ a chatbe csak. Ne hangba, hanem a chatbe, hogy lássam, vagy nézzem, hogy milyen válaszok, meg ötletek jönnek fel nektek. Hogyan viselkedik egy haszontalan férfi? Munkamániás lesz. Lusta, nagyon jó. Alkoholista. Dühös. Tévé előtt döglik, igen, leértékelik, mert pontosan agresszív, szuper. Csináljuk ugyanezt meg a nőre. Ugyan viselkedik egy haszontalan nő? Persze senki nem haszontalan, ezek programok, ezt értitek. Hatalmaskodik, nem vesz észre a fontos dolgokat, hisztis, elsárkányosodik, igen. Szolgalelkű, nagyon jó, csavarok, fontoskodik, főzállandóan. Hihetetlen jó válaszok.
Van akkor még egy harmadik kérdés, ami kicsit általánosabb. Hogyan viselkedik egy haszontalan ember? Ez most nem specifikus, hanem csak egy ember, aki haszontalan. Haszontalanság. Igen, próbáljukom, telepszik, frusztrált, céltalan, zombiként. Így van. És képzeljétek el, ez azért nagyon fontos, mert ezeket csak úgy tudjuk feloldani magunkon belül, hogyha ránézünk, rálátunk, és a ránézés nem mindig kellemes. Ezek a felismerések nem mindig kellemes, vagy járnak jó érzéssel, viszont aki erre rámer nézni, annak egy hatalmas áttörésbe lesz része, és ezt a haszontalanság rezgését, ezt maga mögött tudja hagyni. Az emberek a régi Matrixban egy robotmunkára, mókuskerékre, egy ilyen ismétlődő ciklikusságra voltak programozva. Ezt ismerjük. Egyetértetek, hogy ezt láttuk ebben. Én is benne voltam, ti is lejátszottunk bizonyos szerepeket. Viszont a soha senki nem mondta el nekünk, hogy mi nem erre vagyunk tervezve. Az ember az egy isteni teremtői lény. Nekünk van élet célunk. Nekünk van egyedi kódolásunk. Bennünk van az Isten gén. És az eddigi ilyen külső támadásokat, legyen az ételen keresztül, vízen, folyadékokon keresztül, energetikákon keresztül, és akkor a tudattalan elmei támadásokon keresztül azért volt, mert próbálták ezt a felébredési korszakot úgy megakadályozni, hogy a bennünk lévő Isten gén ne kaphasson lángra, azaz ne tudjon bekapcsolódni. Az ember egy nagyon erős lény. És amikor a napvillanás majd eljön, ez az Isten gén, ez bekapcsolódik, azt jelenti, hogy olyan teremtő erőnk lesz, hogy amit így látok film, vagy így ránézel valami, és ott van előtted. Fizikai anyagot tud az ember teremteni, ha az elméje tiszta. És azt csinálták eddig, hogy próbáltak minket testileg, lelkileg és elmeileg leredukálni, azaz támadni, hogy ne ébredjünk rá a saját erőnkre, a saját isteni teremtői lényünkre és mi voltunkra, és a sok, az ilyen programozás oda vezetett, hogy ti is tudjátok, hogy a világ nagynak tűnik, mi pedig kicsinek érezzük magunkat. Megszóltak, lepofoztak, bántottak, és ez direkt azért volt, így alacsonyabb szinten, hogy ne ébredjünk rá erre a nagyságra, ne ébredjünk rá a mi lehetőségeinkre. Amit én sokszor spiri hablatynak nevezek, az az, hogy mikor az ember tényleg nincs jól, és alacsonyabb rezgésekbe, ezekbe a sátáni programok áldozataként éli az életed, és akkor jön valaki, és azt mondja, hogy benned van az erő. Mindent meg tudsz teremteni. Igen, ha kitakarítod a búrádat, a búra, ez az elme, ez az a sok rossz sátáni program, amiből több tízezer van. És most ugye a haszontalanság a téma, szerintetek hány ilyen program fut még az emberbe? Írjatok kérlek egy pár ötletet itt a chatbe nekem, hogy van, de igen, nagyon így van. Több millió, igen. Több ezer, rengeteg, igen. 100 milliárd, oké. Okay. Jó, na az a lényeg, én mondtam nektek ezt többször, és egy kicsit olyan sokkos állapotot okozhatott, nem tudom, mert én tudod, hogy mondtam, én kimondom, amit föntről kérnek, és utána mindenki szortírozza maga oldalán, ahogy szükséges. Több millió konfliktus van az elmében. Ebből, ha 10 000-et megoldunk, eszméletne jól leszünk. Oké, tehát nem, senki nem várja el, hogy az univerzumnak a mesterei legyünk, és bolygókat mozgassunk, meg ilyen, csak tényleg a magunk tapasztalásán keresztül oldjuk fel azokat, amire mi tudatosak vagyunk. Ez a lényeg. Ezt hívják önmunkának. Ezt hívják mély önmunkának. Én az Egyesült Államokban már nagyon régóta tanítok, és nagyon frusztráló tapasztalás volt ez az egész, mert a spirituális közösségekben voltak olyan egyedek, akik ezt nagyon leszimplifikálták, nagyon leegyszerűsítették ennek jelentőségét. És olyan technikákat próbáltak tanítani, hogy ha az ember csak pörgeti a szívcsakráját, akkor attól jó lesz. Nem lesz jó. Az az ego trükkje. Okay. Sokkal mélyebb, sokkal intelligensebb lények vagyunk, mint azt eddig nekünk átadták. És most ezt kell bevállalni. Az emelkedéshez az szükséges, hogy az ember ismeri a testét, az ember ismeri a teremtővel való kapcsolatot, és ismeri az elmei struktúrákat. Amikor az elme ürül,
A traumákat engedjük el, a rossz érzéseket engedjük el, fölmegyünk rezgésben, és oda vezet ez az egész. Hogy már nem küzdünk a világgal. Már nem küzdünk valamiért, hanem egyszerűen ez a flow, ez az áramlás érzés megvan, és elkezd működni az élet. Most válnak szét az idősíkok. Van egy úgynevezett miracle timeline, tehát egy csoda időség. Ez azt jelenti, hogy egyre jobban megy az élet. Egyre könnyebb a teremtés, egyre nagyobb és több csodának lehetünk szemtanúi, egyre több csoda ér minket. A másik időség, erről is látok sokat, ez pedig az örjöngő ember, a forgalomba az öklétrázó ember, a kapcsolatokba a bántások, a bántalmazások. Ez azért van, mert nem takarították ki a búrájukat. Ez azért van, mert bevállaltak egy magasabb felelősséget. Látjátok, hogy milyen fontos az elme? Erről szinte senki nem beszélt. És menjünk vissza a haszontalansághoz. Németországban voltam 2019-ben, ez még a COVID előtt volt, akkor nem tudtuk, hogy ez jön. És ott töltöttünk 3 hónapot, és egy idősebb bácsikával dolgoztam, egy farmer volt, egy nagyon kedves farmer bácsi, nagyon alázatos volt. És mondta, hogy prosztata rákja van. Én rögtön tudtam, hogy ez minek az eredménye, mi okozta ezt. Én ezt hívom logikának. Van egy, a földi síkon megjelent valami, ami nem kívánatos, és annak van egy logikája. Mi okozta ezt? Mi vezetett ide? Ha ezt megértjük, akkor azt is tudni kell, hogy hogyan lehet ebből a rossz logikából, a mentális logikából úgy kilépni, hogy a testünk meggyógyuljon, úgy, hogy az élet működjön. Szerintetek, kérdés, nem várom el, hogy tudjátok, de szerintetek mi okozza a prostatarákot egy férfiban? A chatbe kérlek, írjatok egy pár. Megszégyenítés, igen, nagyon jó. Sértettség, férfiasságában megalázás, igen, nagyon jó. Teremtőképes, elnyomott férfi erő, haszontalan, pontosan. A haszontalan férfi árnya okozza. Tökéletes. Nagyon komplexek vagyunk. Azoknak, akiknek megvan a visznátszorongás eló élet, hogy rengeteg technikát betettem. Most betettem még plusz egy oldást, kedves, egy hölgy, Mária megengedte azt, hogy betegyük, és neki felajánlottam egy ingyenes, egy komplex traumoldást. Az benn van a visszaszorongás Hello Élet kurzusomban, a nagy technika után azt hiszem 3 videóval. Találkozom még ezzel a hölgyel most vasárnap, és oldunk egy nagyon-nagyon kellemetlen, egy veszteségi traumát, ahol egy autóbalesetben a kisnagyát elveszítette, 6 hónapos kisnagyát. Tehát nagyon-nagyon brutális világ volt, a földi élet egy nagyon kemény lecke, egy nagyon kemény iskola, de ezeket a videókat én megosztom veletek. Akik a privát csoportban vannak, a magyar privát csoport, ez az amerikai oldal, az Expert Coach, de aki a magyar privát csoportban van, oda betettem körülbelül 14 plusz magyarázó videót, hogy a nagy technikának a használata. Ezek rövid 3-4 perces videók, tehát segítek nektek megérteni a fontosságát, a használatát és a logikáját ennek a processznek. Menjünk vissza a haszontalansághoz. Éreztétek-e ti magatokat haszontalannak vala? Biztos. Van, aki azt mondja, ó, természetes, van, aki kicsit úgy lehet, hogy olyan diszonánsan érzi magát. Nincs rossz válasz. Ha te most ezzel a tudásoddal vissza tudnál menni a korábbi énedhez, aki nem érezte magát hasznosnak, mit mondanál neki? Mondj, az a lényeg, hogy kedves dolgokat mondjatok, jó? A legtöbb ilyen érzés az traumákból ered, mikor ezt elhitettük magunkkal, ez egy hiedelem, hogy haszontalanok vagyunk. Ezt nagyon ügyesen a mély állam úgy belénk táplálta, hogy be is bizonyította nekünk, hogy nézd csak, látod? De ez csak azért van, mert a mi belső elmei programunk ezzel megegyeznek. Melyikőtök és hányatok? Szerintem mindenki
utasította el ezt a haszontalanság érzését a múltban. Én elutasítottam. Én azt mondtam, hogy mondok egy példát, hogy én ilyet nem csinálok. Nekem az édesapám játszott ezt a szerepet. Ahogy ti is tudod, a chatbe írtátok, hogy olyan haszontalan életet él, olyan nihilista életet él, olyan sehova nem vezető, mókuskerekes életet él, ez is a haszontalanság. És én azt mondtam, hogy én ilyet soha. Na most, rengeteg ilyet csináltatok ti is, ennek az a veszélye, hogy bármi, amit mi elutasítunk, a szeparációt teremt. Én vagyok én, ez a haszontalan érzés magamon kívül van, elkezdünk tudattalanul energiát adni neki, mérgesek is vagyunk sokszor erre, mi másképp viselkedünk itt, tehát mi hasznosnak érezzük magunkat, viszont van egy haszontalan részünk. Ez a haszontalan árny részünk, ez egy idő után ránk támad, és teljesen átveszi az uralmat felettük. És nem feltétlenül a fizikai síkon, tehát lehet, hogy ettől még mi cselekszünk, lehet, hogy ettől még mi hasznot hozunk, vagy jó színben tűnünk fel az életbe, viszont a belső érzés az, hogy Atya Isten, az egészen haszontalan. Miért érzem magam így? Mikor? Persze, már 20 éve csinálok önmunkát. Azért, mert ez a haszontalanság el lett utasítva. Minden, amit mi nem akarunk a másikban elfogadni, vagy nem tudunk, minden, amit nem tudunk elfogadni magunkban, azt mi elutasítjuk. A narcisztikus férfi, a tökkelütött paraszt, és ezek az árnyaink, több tízezer van, én nem ez vagyok, de ők azok. Amíg a külvilágot ilyen konfliktusos szűrőkön keresztül látjuk, addig, ahogy említettem, mi a saját elménkkel erőt adunk nekik, és tovább teremtjük, amit nem szeretnénk. Ugyanakkor ezek az elutasított részeink, ezek ránk támadnak, gyengítenek, és mivel ez egy szakmai előadás, megmondok még egy pár trükköt. A személyes erőnket rombolják le. Okay. És azért van, mert nézd meg ezt a narcisztikus pasast. Most a nő szemszögéből mondom. Csúnya, narcisztikus partner, ki a narcisztikus? Te vagy belül, mert te azt hiszed, hogy a másiknál te hiedelmedet vetíted ki arra szerencsétlenre, akinek le kell játszani a narcit, azért, hogy magadba a férfiról alkotott véleményt megváltoztathast. Ettől függetlenül lehet, hogy, és valószínűleg ő tényleg az, de amíg benned ez érzelmet hoz fel, és kibillent egy stabil, bölcs üzemmódból, addig neked kell, hölgyek, ezt integrálni. A férfiaknak is mondok egy példát. A legtöbb férfi retteg az elutasításától a nőnek, a nő elutasításától. Retteg. Ez ismerős? Retteg. Ez a szívtörés traumája. Titokban, és nem annyira titokban, a férfiak arra várnak, vagy bocsánat, a nők arra várnak, hogy ez a férfi legyen már stabil, érzelmileg fel tudjanak rá nézni, legyen egy olyan pillér, aminek ők nekik tudnak támaszkodni, és a nő lehessen, és nem a férfinak a sérült érzelemvilágát kell állandóan idomítani. Ez persze egy folyamat. És erről is beszéltem már többször, hogy a férfi és a nő, a yin-yang kapcsolatot, ezt a mastermind-tól próbálták az embereket távol tartani. A régi Matrixban úgy voltunk drótozva, hogy egy X-ként működtünk. A bal oldal az agynak kontrollált, vagy irányította a jobb oldalt a testnek. A jobb oldali agy a bal oldal. És össze-vissza voltunk keresztbe kasul drótozva szándékosan. És ezt is hallottátok tőlem, hogy a nőnek a magasabb énje az férfi. A férfi magasabb énje nő volt. Ez most mind drótozódik át. Mind a meridiányaink kezdenek egyenesbe, tehát lineárisba kerülni, és ezt úgy érzékelitek, hogy szédültök. Ezt úgy érzékelitek, hogy a régi világnak már nincs értelme. Olyan fura az egész. Nagyon sok párkapcsolatban a szex és a szexuális kapcsolódás az most szinte megállt. De ez azért van, mert ez az X drótozásba megyünk át egy egyenes drótozásba,
jobb oldali agy fogja a jobb testrészünket kontrollálni, és így vice versa. És ahogy a nőknek a magasabb énje férfi, hány nő szerintetek mérges a férfira? Szinte mindenki. És kire mérges a nő? A saját magasabb isteni énjére. Ez a férfiakra is igaz. Tehát csak azért mondom, hogy a nőknek volt egy nagyon fontos, bújtatott szerep. Jobb későn, mint soha természetesen, de eddig a nők ezt nem tudták. A nőknek volt megadatva az a lehetőség, hogy az ő érzelemvilágukon keresztül engedjék el a mintákat, gyógyítsák meg magukat, és ezen keresztül a férfi energiát. Ezt persze szépen eltusolták, ez nem volt közzétéve, és nagyon sok nő ugye azt érzte, hogy elhitették a nőkkel, hogy ti vagytok a gyengébb, nem? Hogy nektek meg kell alászkodni a férfira. És akkor csináltak egy patriarchális társadalmat, ahol betették ezeket a nagyszájú férfi nemű klónokat, és akkor ti meg csak örjöngtetek a férfi ellen, a férfiek pedig szívtörve próbálták a nők hegyeit keresni. Egy eszméletlen profi, pszichopata világban éltünk. És ebből kell kiszállni. Az emelkedett világban ezekről, aki nem tud, viszi tovább a mintát. Oké? És mit kell csinálni? Föl kell ismerni a mintát. Erre mondtam, hogy sokszor ez nem egy jó érzés, ez fölismerni, és a humán 1.0-ás az ettől retteget, futott. Én ebben nem hiszek, nekem nem mondjál ilyeneket. Ez nem így van, ez az ego hárítása. Az ego mindig is próbálta saját bújtatott programjait védelmezni, és a védelmezések úgy jönnek ki a fizikai síkon, hogy az ember hárít. Az úgy jönnek ki ezek a védelmezések, hogy nem csinál önmunkát, hogy valamiről nem akar hallani az ember, hogy triggerelve van. És amikor az ember elindul a fény felé, akkor az ego be is tesz nekünk egy kis akadályt. Azt mondja, hogy igen, biztos, hogy ezt akarod? Hát ez veszélyes. Látod? És ezért kell nagyon ismerni ezt a nagyon mély pszichológiát, amit többször mondtam, hogy ha igazi jó életet akarsz, akkor tanuld meg az önszabotásnak a logikáját. És láttam itt olyat, ugye itt nagyon sok mexikói van itt az Amerikai Egyesült Államok déli rétegén, itt van Mexikó egy 2 órás autóútra, San Diegóban, ahol éltem, ott meg 15-20 mérföld, tehát kb. 35 kilométer, és nagyon sok mexikói vállal házi munkát. És az is nagyon látható, hogy ahogy takarítanak, meg porolják le a képeket, mindig valamit hagynak maguk mögött. A kép félre van állítva. Valami nem úgy van visszarakva, ahogy volt. Az íróasztalon a lámpa direktív. Valami, mindig van valami jel, hogy itt voltam. Ismerős ez? Szerintetek, én nagyon ismerős, mindenkiben ott van. Szerintetek ez mit kompenzál ez a minta? Minek a jele ez, hogy itt voltam, de nem csináltam 100%-os munkát, de tud, hogy itt voltam. Szerintetek ez micsoda? Pontosság, jelentés, igen, a haszontalanság kompenzáció. Pontosan, a fontos talanságnak a kompenzáció. Figyelemfelkeltés, igen. Nincs rossz válasz, mert mi nagyon komplexek vagyunk. És ezt csinálta az ember eddig, hogy próbált olyan manipulációs mintákat, vagy mintákon keresztül jelentőséget, felfigyelést, és rá, vagy elismerést kapni, ami manipulációs minták traumákhoz vezettek. Hányatok látja ezt, hogy a manipuláció cserbenhagyáshoz vezet? Ez ott van a viszlát szorongásban, és azok, akik megvan a master yourself, ott van egy lecke, hogy a manipuláció. Miért manipulál az ember? Túlélés, mi kompenzáció. Nem tudunk a sok rossz programról, ugye ez egy nagyon mély sebünk volt mindig, és ha túl akarunk élni, nem akarunk bántani másokat, próbáljuk a magunk malmára hajtani a vizet, és nem tudjuk, hogyan kell ezt tisztán csinálni, és pont ezt használták ki a mély államig. A mély állam, hogy ezek a programokon keresztül minket így bűntudatban és alacsony rezgésben tartsanak. Oké? Ezeket kell elengedni az emelkedőknek. Vissza a haszontalansághoz.
Beszélj az ellenkező nemű, ellenkező nemhez, tehát ha hölgy vagy, akkor keress egy férfit, aki úgy érzed, hogy a haszontalanság érzésével küzd. Ha férfi vagy itt a hallgatóság között, keress egy olyan nőt, aki a haszontalanság érzésével küzd. Adok egy pár másodpercet. Mit mondanál neki? Milyen jó tanácsot mondanál ennek az embernek? Mély állam, igen. Daniel, kérdez, mi ez a mély állam? Azok a shadow government, az árny, vagy az a kormány, aki igazán irányította a világot, és az embereket kihasználta. Az emberek azt hitték, ez egy hiedelem, azt hitték, hogy a kormány, a politikusok, az orvosok legtöbbje, hogy értük van. Nem értük van. Ahogy mondtam, sátáni programozás alatt háttérhatalom, igen. Úgy ezt angolják, hogy deep state. Vannak a bal, és van a deep state. Ez volt a legnagyobb bajunk. Olyan erőtlenségben, leredukált értéktelenségben létezett a humán, hogy mi a külvilágtól vártuk a megoldást. Mi azt mondtuk, hogy kedves politikus, ments meg engem. Politikus meg pofán rögött minket, mert a politika és a politikai rendszer az emberi elmének a teremtése. Ezt mondta Joseph Murphy is, hogy a kormány az emberek tudatosságának a tükre. Tehát ha valaki azt mondja a kormányra, és jogos, én nem kekeckedni akarok, csak mutatok a logikát, hogy korruptak. Szerinted hol van a korrupció? Még hol van? Az emberek elméjében. Mit kell csinálni? Az ember integrálja a saját korrupt gondolatait, és érvényteleníteni tudja a külvilágban a lévő korrupció. Az ember teremt mindent, és az emelkedőknek ezt meg kell érteni, hogy legyél mérges, dobja le az agyad a láncot. Igen, de ne az öklödet rázd, mert te teremtetted. Változtasd meg, semlegesítsd a gondolatot, ezáltal a külvilágban a nem kívánatos energiák meg fognak szűnni. Jó? Nem mondok olyan sok újat, csak mondom egy kicsit más megközelítésből, vagy más szögből, mert eddig annyira félre voltunk informálva. És én mindig azt mondtam, ha fény felé akarsz menni, akkor menj lefelé, menj be a sötétségbe. Old fel azokat a dolgokat, amik zavarnak. Lehet, hogy nem te, meg én csináltam, pontosan lehet, hogy az ősidőkből jönnek, tök mindegy. Mi vagyunk ellátva azzal a DNS kapacitással és képességgel, hogy a saját önmunkán keresztül ezt el tudjuk engedni. Menjünk akkor vissza a gyakorlathoz. Férfi, nézd meg egy magát haszontalannak tituláló nőt, hölgyek, ti pedig nézzetek meg egy férfit, aki magát haszontalannak titulálja, vagy úgy viselkedik. Ebben a mentális gyakorlatban arra kérlek benneteket, hogy fedezzétek fel, hogy annak a másik illetőnek mi hiányzik. Mire van szüksége ahhoz, hogy ne érezze magát így? Nézzétek meg. Siker, elismerés, szeretet, erő, bátorítás, elfogadás. Nagyon jó. Az elfogadás, az elutasítás ellenkező, az a szívtörés traumája, biztonság, életkedv, nagyon jó, önbecsülés. Jó, csend, elfogadok. Oké, még nem beszélünk hozzá, még csak felfedezzük, hogy mi hiányzik neki. Életcél. A férfi energiának és az irányának a bevállalása. Önelfogadás, tisztelet, nagyon jó. Erre érezzetek rá, jó? Ha rá tudtok érezni, akkor eszméletlenül gyógyultok ti is, és a világ. Egy nagyon sokszor átugrott, vagy kihagyott válasz itt az, hogy hiányzik az emberek traumamentessége. Minden ember olyan szinten szét van szadizmus, olyan traumatizált, hogy ha ezt is látjátok, hogy még mi hiányzik neki, az, hogy old fel a traumáidat, a burácskát, a takarítsd ki, hiányzik az önmunka. Hiányzik a felismerés, hiányzik
ez az igazi mentális elme ismerete hiányzik. Érzitek, hogy mennyire fontos kijelentések ezek? Ha nem mondjuk ki ezeket, marad minden a régi. Ha kimondjuk, lehet, hogy nem esik jól egy pár másodpercig, utána viszont az univerzum elkezd én kvantumidősíkokat úgy átirányítani, és rátesz minket a pályára, hogy amit mi megnevezünk, és ráérzünk, azt meg fogjuk kapni. És sokszor ezt is látjátok, hogy könnyebb egy másik embert magunkon kívül megvizsgálni, mint magunkat. Ebben semmi rossz nincs. Erre mondja a magyar mondás, hogy más kárán tanul az okos. Mennyire vagyunk okosak szerintetek? Legtöbben csak a magunk kárán tanulunk. És nem baj, ez van, ami van, tehát nem magunkat kell bántani, eddig csináltuk ezt eleget. Oké, tehát akkor a következő lépés, ebben marad az ellenkező neműt. Lény, most meggyógyítjuk, most beszélj hozzá, vigasztald meg, adj neki tanácsot. És amikor bementek ilyen energiákba, lehet, hogy feljönnek még plusz képek és plusz érzések. Lehet, hogy olyat is fogtok látni, hogy az a másik, az bújik az ő feloldatlan traumái elől. Biztos egy páran ezt látjátok, meg érzitek, hogy azért van ő most itt, ebben az energiában, mert két oknál fogva. Egyik neked tükröt tart. A tükör az mindig mély. A tükör nem a viselkedés, hanem ezek az mély, spirituális és kvantumpszichológiai rétegek. Sokszor a tükör az a lélek szinten van, bináris kódokkal mutatva. Ez az egyik, hogy nektek tükröt tart, a másik meg, hogy lássátok azt, hogy a traumák, a feloldatlan traumák vezettek ehhez az életkörülményhez. És amikor te ezt átlátod, mert könnyebb a másikat átvizsgálni, mint magunkat, és meggyógyítod azzal, hogy elfogadod, tanácsot adsz neki, te egy olyan galaktikus, eszméleten erős humánná kezdesz válni, hogy erről szól az emelkedés. Meggyógyítani magunkat, másokat, és nem vinni tovább ezeket a romboló mintákat. Hagyok még egy fél percet, beszéljetek a másikhoz, vigasztaljátok meg, adjatok neki tanácsot, érzelmileg intelligens tanácsokat. Mondhattok olyat is, hogy ne haragudj, ha mérges voltam rád eddig, nem láttam a te mélységedet és a sebeidet. Bocsáss meg. Valaki írt, hogy elfogad mindenkit olyannak, amilyenek. Ezzel vigyázni kell. Az emberek sátáni programozás alatt vannak, és az emberek nem tudják, hogy mennyire sátáni programozás alatt vannak. El kell fogadni. Az elfogadás az csak akkor megy, ha mi elménket kiürítjük és integráljuk. Minél magasabb tudatossággal járunk, annál inkább ki kell mondani a másiknak a romboló mintáit. Én ezt mondtam, én Isten igazságot beszélek. Engem nem érdekel, kinek tetszik, vagy kinek nem. Az elfogadás az ember szerint, hogy jó van, csinál, ne csináld. Be kell mondani az ember pofájába, hogy ez rossz minta. Eddig ezt nem csináltuk. Eddig az volt, hogy jaj, hülye főnök, hát majd nem. Be kell mondani, figyelj, te ne paraszkodj velem.
Vissza kell vállalni a személyes erőnket. Eddig ezt nem csináltuk. Az elfogadás az csak egy nagyon-nagyon mély profil trauma oldás után jöhet, és az elme integráció után jön. Értem, mert az elfogadásnak is több jelentése van, de tudni kell azt, hogy mi vagyunk azok, a küldöttek, akiknek ezt, ahogy említettem, a kupleráját ki kell takarítani. Én nem fogadom el, hogyha valaki nekem ilyen, úgy, hogy second class behaviors, ilyen másodrangú viselkedési formákat, meg mintákat visz. Elfogadhatatlan. Ez nem azt jelenti, hogy én haragszom, hanem azt, hogy az én magas tudatosságom rálát erre a rossz mintára, és azért mondom ki, mert egy, nekem kötelességem kimondani, ezt a Biblia is leírja. Akinek magas tudatossága van, annak kötelessége az alacsonyabb tudatosságot felvilágosítani. Ez nem azt jelenti, hogy meg fogjuk őket tudni változtatni, mert az ego hárít. Látjátok, hogy működik ez? Én elmondom, kimondom a tutit, és megyek tovább, és nem érdekel, hogy ez a másik, hogy most izé veri magát, vagy azt mondja, állj meg. Ez engem érdekel. Ez hiányzott eddig. Mindig próbáltak egy alsó, egy leredukált, egy üzemmódból nézni a világot, nem tudván azt, hogy a világot mi teremtettük. És azt kell csinálni, integrálni ezt, ahogy emelkedünk, meg kell mondani az alacsonyabb rezgésű részeknek, embereknek, entitásoknak, bárkinek, hogy ez van. Ha érdekel a változás, szóljál, ha nem, akkor én megyek tovább. Én szóltam, az én karmám tiszta, az én idősíkom tiszta, az én teremtői viszonyom tiszta. Rajtad van a felelősség. Az emberek eddig felelőtlenek voltak. Azt hitték, hogy ez a külvilág, ez a cirkusz, ez rajtuk kívül van. Ezt a belső elmei rendetlenség, rendezetlenség és a traumatizáltság okozta. Persze a szüleink felé, szüleink mi vagyunk egy per paralel idősíkon. Mi vagyunk minden, mi vagyunk az ősök. Csak ahogy említettem, egy leredukáltabb tudatossági formában. Nem nehéz családomra, nem nehéz. Azért van a nagy technika. Először old meg a nagy technikában, nem kell mindent a fizikai síkon megoldani. Old meg magadban. Te irányítod a világot. Jó? Utána, mikor megvagytok ezzel a lépéssel, akkor arra kérlek benneteket, hogy van ez a másik ember, másik nem, hogy mondjátok neki, hogy köszönöm, hogy erre rávilágítottál, vagy segítettél nekem rálátni. Én elengedem az irányodba való neheztelést és büntetést. Én megbocsájtok magamnak, amiatt, hogy én mérges voltam rád, és érzelmileg zsaroltalak. Megbocsájtok neked is, mivel te ugyanezt csináltad velem. Ártatlan vagy. Rátok bízom, hogy azt mondjátok, hogy szeretlek, vagy szeretettel elengedlek. Jó? Valamelyiket mondjátok. És kérem a Teremtőt, hogy kísérjen titek, vagy téged az utadon. A teremtői utadon a legmegfelelőbb formában. Köszönöm. Oké. Hogy érzitek most magatokat ezután? Más, ugye? Elkezdtem sírni. Mit jelent? Hogy kezdesz megbocsájtani? Az ember örjöng. Örjöng. Én ismerem az egót, én megjártam a poklok fenekét, én ismerem a kvantumpszichológiát, én ismerem a millió ego támadást. Mikor az ember sír, akkor azon jön szeretet. Végre a támadó minták helyére. Eddig miről szólt az élet? Ráztuk az öklünket, bármikor rázzuk az öklünket, az a mi erőtlenségünknek a jele. Innen mi hiányzik? Személyes erő.
Oké. Okay. És még mi hiányzik nekem? Felelősség. Különben ráznám az öklömet. Jó? Durva? De ez visszaadja a személyes erődet. Ettől működni fog az élet. Az új földön vezetőkre van szükség, nem áldozatokra. Áldozatokból volt elég. Nézd meg, hogyan tudsz te az eddigi élettapasztalatoddal olyan tanácsot adni a kollektívnak, amiből ők gyógyulhatnak. Mindenkinek egy kicsit más lesz. Mit, ki vagy te, mivé váltál te, mivé válsz te, ami tanácsot te át tudnál adni a kollektívának, a közösségnek. Így tudatos. Igen, sokkal jobban vagyok, felszabadulást. Pontosan. Azért van az ember ilyen rosszul, mert bűntudata van. Azért van bűntudatunk, mert a másikat okoltuk a saját törzsfejlődési hiányosságainkért. Durva? De jó, nem? Ha tudod, akkor azt mondja az ember, oké, leteszem a fegyvert. Ott van, ha meg kell ragadnom, ott van, de már nem harcolok éjjel-nappal magammal, mert a másik az az én tükröm, hanem azt mondja, figyelj, bocsi, volt, ami volt. Együtt kell működni az új földön. Igen. Jó van, gyerekek. Ez egy hatalmas, megszabaduló érzés fogadni, és így kell csinálni. Erről szól nagy technika. Minél jobban ismeritek a pszichológiai kapcsolókat és a definíciókat, annál nagyobb áttörést kaptok ti. Minden rólatok szól. Még akkor is, ha másikat gyógyítjátok, azzal a te lélekszerződésed, a te lelked, a te elméd gyógyul. Oksi? Van ezzel kapcsolatban bármi kérdés, és akkor elkezdek a igen, kérdésekre Barbi, válaszolni. Fölraktam a drive-ra, oda pillancs fel. Ja, drive-ra, igen. Oké, látom, pillanat. Oké, ezt én lehozom, mert nyakam kitörik, ha így fölfelé nézek egy pillanat. Robi, várjál csak, Zsuzsa, Olá, Krisztó, pillanat. Robi, megosztom a képernyőmet, hogy lássátok. Sajnos Ami nem tudom, ki volt a kérdés, elnézést, de annyira gyorsan jöttek, hogy nem találom vissza, hogy ki a kérdés. Itt van, és csak? Nem, de nem, nem, nem föl, a felső, az egy külön kérdés, ahol Robi... Ha mi integráljuk a bennünk lévő árnyékrészt, abban az esetben, aki mutatta nekünk, onnantól másként látjuk, ez az első, és nem okay. tudom, hogy kit Jó, értem. Elnézést. Jó, köszönjük szépen, elnézést, akkor a nevet itt nem tudom megemlíteni, de nem baj. Ha mi integráljuk a bennünk lévő árnyékrészt, abban az esetben, aki mutatta... Barta hogy... Adrien kérdezte, okay, most köszönöm. Írta itt üzenetbe. Jó, köszönöm. Igen, teljesen másképp fogjuk látni. Amíg... mi nem vagyunk semlegesek a külvilágra, addig bennünk van integrálni való, és az a lényeg az önmunkának, hogy mi legyünk semlegesek, mert azzal megy föl csak a rezgésünk. Azzal tudjuk a világot gyógyítani. Ha bárminket triggerel, akkor az bennünk vagy a hiedelemvilágunk, vagy a töredezett elme, vagy pedig az ányvilágunk indikál, azaz jelez, hogy itt van valami félértés. Pontosan, teljesen másképp fogod látni. Az a, leveszem a megosztást, hogy lássatok jobban, hogy mikor én hipnózist tanultam, most már tizenvalahány éve, itt Phoenixben, azért mutatok hát, mert arra van Phoenix, ezt azt hiszem magyarul Phoenixnek ejtik, de ez a Phoenix, Arizona. Itt lakott Milton Erickson, Dr. Milton Erickson, a világ egyik leghíresebb hipnoterapeutája. És ő mondta azt, és nagyon megfogott, akkor nem értettem ezt, mint ahogy most értem, hogy ahogy a világot te most látod, az nem úgy van.
Milyen durva. Érzed? Ahogy te látod, az nem úgy van. És ahogy takarítjuk az elmét, ahogy integrálunk, egyre inkább rálátunk erre az illúzióra. Az illúzión kívül van egy másik réteg, akkor azonban egy másik réteg, ez a realitásnak hívják, és van egy aktualitás. Ami igazán itt folyik, az egy teljesen más történet, mint amit az ember hisz. Jó? Tehát az a lényeg, hogy ahogy csináljuk a belső munkát, és tényleg felhasználjuk a külvilágot, és a kellemetlen surlódásokat, és feloldjuk, el fog múlni az érzés, és gyógyítjuk magunkat és a közösséget is. Így van. Másképp fogjuk látni, másképp fogjuk érezni, nem leszünk triggerelve, triggerelhetők, és ezt hívják egyébként bölcsességnek. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, én mondtam, de ezt én a mentoriumtól tanultam, hogy az ember a legérzelmileg immaturánsabb, azaz éretlenebb lény az omniverzumban. Azért, mert tele vagyunk mindenféle rossz mentális programmal. És ahogy oldjuk ezeket, egyre maturánsabbá, érettebbé válunk, és egyre másképp látjuk. Fogsi? Violet and George, hogy oldjuk fel a traumákat? Mindenhol lesz olvasni, de hogy kezdjünk hozzá? Hát erre van a visszaszorongás kurzusom, erre vannak az amerikai képzőkurzusaim, erre mondtam többször, hogy ezt el kell kezdeni tanulni. Először ugye szembe kell állni vele, el kell fogadni, hogy ez van. Már tavaly júliusban megjelent a Viszlát Szorongás kurzus, az a magyar weboldalamon megtalálható. A hogyanját meg az bele kell jönni, meg kell tanulni. Vannak mentorjaim, akiket én képeztem ki személyesen, akik erre specializálnak, és eszméletlenül propik. Írják kérlek privátba, és megosztom azt a listát. Jó? Tehát ezt már mondják évek óta, nem csak én. Én a megoldások ember vagyok, tehát erre vannak képző, vagy vannak oldókurzusaim, a visszaszorongás, és vannak tréning kurzusaim, mint az Expert Coach és a Quantum. Milyen könyvet tudsz ajánlani, amit oda lehet adni másoknak, mint egy eszköz? Én ezt rád bízom azért, mert az ember próbál a másikra úgy tekinteni, hogy neki szüksége van arra, amire nekünk. Ha az a másik, akinek te könyvet szeretnél, vagy az illető, kéri, hogy tegyél javaslatot, az jó. Utána akkor intuitívan tudsz annak az illetőnek adni. Ha nem kéri, az egy tolakodás. És sokszor az energia az a gyöngyöt disznók elé vetek energia. Nem szabad tolni az önmunkát, viszont, ahogy említettem egy pár perc ezelőtt, bele kell mondani a képükbe, hogy ez a viselkedési forma, ez elfogadhatatlan, tessék, takaríts ki a burádat, azért mondom, ugyanazt, mert az ember nem hal, az ego hárít. Jó? Milyen könyvet tudsz ajánlani? Rád bízom. Az én könyvem, ahol én kezdem, az, ahol más abba hagyta. Tehát én egy sokkal mélyebb réteget és egy mélyebb tudást képviselek. Ha ők ott már tartanak, akkor az én könyvemet is az Uralt az elmédet tudod nekik adni, hanem akkor rád bízom. Esther Hicks, Eckhart Tolle, Joe Dispenza. Ezek ismerős nevek, jó? Olá, Krista. Mit lehet tenni, ha nem szereti az önmunkát? Hát, Krista, itt vagy közt, ez valaki más, vagy te? Kiről van itt szó? Maria, mondd kérlek, várj egy kicsit, a csedbe. Ja, itt van, bocsánat. Valaki más, oké, láttam, köszönöm a választ, oké. Na, itt nagyon észnél kell lenni. Általában a partnerei, ugye főleg a nők, akik csinálják az önmunkát, a férfi partnereik nem szeretik az önmunkát. Ez eléggé kellemetlen. A férfiakat eszméletlenül félredrótozták, úgy, hogy a nőket is. A férfiakkal elhitették egy mai téma, hogy ők haszontalanok, ahhoz, hogy ők igazi férfiként
legyenek látva és elismerve, nekik macsózni kell, és az önmunkát kerülni kell. Ez egy ördögi trükk, ez a sátán munkája. Oké? Az emberiség támadás alatt volt, és addig támadás alatt marad, amíg tényleg nem takarítja ki a buksit. Amíg nem mer önmagával, a saját programjával szembenézni. Mit tudsz itt csinálni? Hát, megmondod neki a tutit. Eddig az is volt a probléma, gyerekek, ha belegondoltok, főleg a nőknek, hogy függetlenül attól, hogy az a pasi nem volt százas, tehát nem volt egy az igazi passzentos partner, a nők mégis belementek a kapcsolatba, meg kellett a pénz. Ismerős? Ez egy manipulatív minta. Nem szeretem ezt a férfit, mondta a nő, kérlek, ne hozd meg a képernyődet. Nem igaz. Ki játssza ezt most? Gyerekek, ne kattingassatok itt, mert Simon, néz, te vagy, valami jön tőled. Én nem nyúltam semmihez. Itt van, nem tudom. Aki valaki itt megosztja a képet, valakit rajzolgat. A Futóné Kovács Éva szerintem. Futóné Oké, Kovács, ezt hogy lehet kikapcsolni? Ezt hogy lehet kikapcsolni? A nevére Kattint az mellett szerintem, Robi, ha az ő neve mellett, ugye ott van a zöld, ott lehet kiírja, hogy leállíthatod a megosztást, mivel hogy host vagy. Igen, köszönöm. Aha, köszönöm. Jó, okay. Igen, megcsináltam, közben megtaláltam. Jó, köszönöm. Hát, amit ti látok, azt mindig köszönöm. Látom. Azért mondom, hogy 500-an vagyunk, és tudod, nekem az előadásra kell fókuszálnom, és ezeket a adminisztrátor dolgokat Adrici segít, de kérlek, nem matassatok, mert nagyon zavaró. Köszönöm. Tehát az a lényeg, hogy az eddig a nők, akár hiszitek, akár nem, én belemondom a tutét, jó? Manipuláltatok. Beadtátok a derekatokat, olyan szituációknak, és én megértem, én is csináltam, meg a mindenki, hogy nem azt akartátok a szívetekben. Volt egy földi síkú választás, de nem ott volt a szívetek, és az új földön ezt a szívbéli választást, ezt a bátorságot kell bevállalni. Vége az ördög világának, csak ezt nekünk el kell engedni az elmében. Az új humánnak szeretni kell tudni, de szívből, nem az agyból. Az ember nem tudja, mi az, hogy szeretet. Az új földön becsületkódex lesz. Eddig nem volt becsületkódex. És ez azt is jelenti, hogy jó, ez így. Tudod, eléldegélünk egymás mellett. És így tovább. És ezeket a kompromisszumos energiákat kell nekünk elengedni. Nincs kompromisszum. Mi vagyunk teremtő szeret, mi bevállaljuk a saját küldetésünket, és ezt osztjuk meg egymással. És ezért az égiek most nagyon kihívták a kapcsolatokat, a kapcsolatokban lévő szexet, értékrendet, és szeretnék ide betűzni valamit. Május 18-áig, ugye ma van május 2-a, 18-áig eléggé brutális energiák lesznek. Kihívóak. Ez nem jelent semmi rosszat, csak hogyha az ember elkezd szorongani, hogy az ember nem érzi jól magát, akkor ott van oldani való. Ez a kollektívból jön. 18-a után egy kicsit lemegy ez a nyomás. Utána lesz egy kis pihi, augusztus ismét egy nehéz, érzelmileg nehéz hónap lesz. Amikor érzelmileg nehézség tör ránk, akkor ott oldani való van. Ami bennünk feljön, az bennünk integrálatlan. Most arra is kell vigyázni, és ezt mondom így magasabb szintről, mondták nekünk, átadom nektek, hogy a régi mátrixi világban, és ez most nagyon evidens, itt Amerikában brutálisan evidens, nem tudom, hogy ti, ahol laktok, hogy látható-e, hogy a szexuális perverzitás olyan videókat dob fel a Facebook meg a YouTube, hogy az állam leesik. Engem nem lep meg, mert én integrált vagyok, de ha ilyet látok, akkor ha bármit felhoz, akkor azt integráljátok, gyógyítsátok meg magatokba, de az a lényeg, hogy nem szabad semmibe belemenni érzelmileg. Nem szabad azt mondani, hogy jaj, ez a sok paraszt, meg tendere, nem, az benned
egy olyan negatív rezgés, hogy beszippant téged, áttesz téged arra az időségre. Ezért kell a belső munka, hogy mindennek legyél a megfigyelője, de semmi ne zavarja. És ezt csak, hát értitek, nem akarom magam ismételni, ez csak akkor, amikor azt mondja, ez tényleg zavar, ezen dolgozom, elengedem, pár nap stabilizálódok, nézd csak, már nem úgy érzem. És bármikor mi elengedünk ilyen mintát, semlegesítjük az általunk megadott erőt, energiát neki, és el fog tűnni. Most mi a saját elménken keresztül programozzuk a külvilágot. Be kell válni a személyes erőnket, a vezető képességünket, el kell engedni az ökörázást, a cirkuszt, és így tovább. Jó? És ez a perverzitás, most ezt mutatják nekünk meg az égiek, hogy erről szólt. Ha zavar, integráld. És lépjél föl. Minél inkább följebb tudjuk egy magasabb szintről nézni, annál inkább immunissá válunk, és el fog tűnni. Az emberek eddig tiszteletlenek voltak a másikon. Ez is annak a jele. Jó, rengeteg, igen, akik az expert coachban vagytok, ti tudjátok, hogy csinálunk sok szexuális traumaoldást, nagyon sok olyan bújtatott aspektusai vannak a traumáknak, amiről mi nem is tudunk. És ezeket kell oldani. Jó, gyerekek? Tehát most ez az üzenetem, most van nálam 10 óra, tehát 1 óra 6 perce megyünk, még folytatom egy 24 percig, és utána tartunk egy kis szünetet. Vissza hozzád, Kriszta, aki nem szereti az önmunkát, használhatod a nagy technikát, és beszélsz vele az elmei síkon. Miért nem szereti az önmunkát? Neki mi? Hagyjátok ezt abba, kérlek, én nem tudom, ez hihetetlen. Ki csinálja ezt? Zahradnicsek, Lívia. Ne csináld ezt, Lívia, kérlek. Én nem tudok itt tanítani. Oké. Figyelj, blokkoljatok le mindenkit, és akkor ez nem jelenik meg többé. Tehát teljesen lezárni a hangokat, és akkor nem fognak tudni bemutatni. Okay. Yeah. És utána majd felengeditek. Oké, okay, köszi. Én nem tudom, hogy kell, mert tudom, próbálok az előadásra fókuszálni. Oké, okay, hol voltam? Ja, igen, meg volt osztva a képernyőm. Oké, okay, önmunka. Azért csináltam a nagy technikát, hogy ne kelljen a fizikai síkon állandóan konfrontálódni a másik egójával. A nagy technikában ugye az első 1, 2 és 3-as lépés az éteri síkot programozza. Van egy fizikai lényünk, a 12 dimenzióval létezünk, és a nagy technika az éteri síkon programozza, és meg fogja kapni a másik az üzenetet. De nem a másikról szól, hanem rólad, minden rólunk szól. Ez azt jelenti, hogy ha valami zavar a másikban minket, akkor ott bennünk van hiányosság. Na, ő nem akar önmunkát, fedez fel miért. Mondok még valamit, és nem fog tetszeni, de nekem nem az a dolgom, hogy tetszen, hanem tudod berúgni a mélykaptár ajtaját, és utána mézhez jut az ember. Hogy hagytad te a partneredet cserben? Mi az, amit eddig nem mondtál el neki? Hogyan vallottál kudarcot a partnereddel szemben? Durva? Az ego ezt nagyon szépen elsunnyogta eddig. Azért van bennünk negatív érzés, mert mi a másikat cserbe hagytuk, és kudarc érzése van rajtunk. Ezeket megválaszolod, és elkezded azt oldani, nem a szemmel látható rétegeket, mindenki meggyógyul. Az ego az invertált kesztyű világát próbált, ezt az illúzió világát próbálta bennünk kelteni. A másik a nárci, mi meg jó fejek vagyunk. Mindenki jó fej, és mindenki nárci. Okay? Tehát én a nagy technikát javaslom, drága. Zsuzsa, mit jelent az, hogy integrálom az árnyészet? Az, hogy felismerem és elfogadom, hogy ez van. Nem, erre vannak technikák. Erre van az árnyintegrációs technika. Van egy nagyon precíz verzió, amit tanulni kell, azt az expert coachba osztom meg, a viszlátszorongás, meg betettem egy enyhébb verziót, mert ez egy nagyon veszélyes technika. Említettem ebben a prezentációban, az előadásban az integrációnak a lényegét. Mindenben van jó, és mindenben van rossz. És az integráció azt jelenti, hogy kivesszük a hasznost
elsemlegesítjük a rombolót. Ez az integráció. Megtartjuk azt a jó részét, elengedjük az örjöngő részét. Ezzel mi jobban leszünk, rezgésben felmegyünk, bölcsebbek leszünk, döntőképesebbek leszünk, gyógyultabbak leszünk, és ez úgy jelenik meg a fizikai síkon, hogy az egészségünk javul, a párkapcsolatunk javul, az anyagiak javulnak. Oké? Nézem a következőt. Erre vannak technikák. Ott van a visznát szorongásban, és említettem egy kicsit részet. Eszter, szüleink felé is fontos közölni ezeket? Természetesen, mi vagyunk a szüleink. Erről beszéltem sokszor. Mindenki mi vagyunk, csak annyira eddig ez egy ilyen holografikus, felfoghatatlan energetikába jelent meg, hogy mi azt hittük, hogy mi vagyunk a testünk. Mi azt hittük, hogy csak ez létezik. És az ego világában ezt nagyon szépen kihasználtak ellenünk, mert nem tudtuk, hogy nekünk van 12 más dimenzionális lényünk is. Minden dimenzión belül 8 oktáv, azok is mi vagyunk. Több tízezer síkú múlt életek futnak párhuzamosan bennünk, és nem tudom, hogy hányatok érzékeli ezt, hogy megjelennek ilyen kis képecskék, ilyen kis sztórik. Beszéltem a, képzeljétek el, az egyik a haverommal, és mondta, hogy Robi, képzeld el, hogy álmomba dohányozta. Én nem dohányzom. Az egy paralel identitása volt egy másik idősíkon. De azt mondja, hogy utána, mikor fölkelt, anyukája azt mondja, hogy olyan cigi szagod van. És utána azt mondja, hogy olyan szabadságérzésem van. Pontosan? A dohányzás az a megtagadott szabadság érzésünknek a pszichológiáját rejti, vagy bújtatja. Milyen durva? Ez a logika. Erről beszélek mindig. Szabadnak érzem magam, ez az érzelem, de miért? Mert elengedtem a rabszolga programjaimat, erre az univerzum segített rálátni egy metaforán keresztül, hogy én vagyok a Marlboro Man, ugye, hogy ez is a szabadságnak a szimbolika, elszívtam a cigit, elengedtem azt a programot, és szabadnak érzem magam. Milyen durva? És a legdurvább, hogy a fizikai síkon is megjelent a cigiszag. Na ez fantasztikus. Hát most az a lényeg mindenkinek, ezt ahogy említettem, hogy nincs jó, nincs rossz. Tisztítjuk a kollektívot, és olyan sztórik jönnek fel, hogy ha ehhez jó a hozzáállás, akkor eszméletlen csodás világot tudunk teremteni. Nem szabad félni, azt mondani, és csak itt egy Marlboro Man. Itt egy ló, itt egy orszarú. Azt mit akar? És beszélünk ezekkel az énjeinkkel, ha szükséges, ha nem, akkor csak hagyod tovább pörögni az eseményeket. El fog menni, jó? Eddig azt csinálták, hogy így Matrix, a rendszerben azt csináltuk, hogy feljött a szégyenérzés, feljött a bűntudatérzés, hogy jaj, mit csináltam rosszul? Semmit. Egy és egy dolgot csináltunk rosszul, hogy nem tudtunk a másik dimenzionális énjeinkről. Ennyi. Most már tudunk. Oké, drága Andrea, nézem, húha. Szüleink felé is fontos ezeket közölni. Igen. Amikor a viszlátszorongás Hello életet csináltam, nehéz volt, mert hogy lehet átadni egy egyetemi szintű tudást tömören, úgy, hogy az használható is legyen, és úgy, hogy az emberek lássák, tehát ha működjön, de tudják azt, hogy ehhez eszméletlen profi tudás kell. Nem könnyű. Tehát az a jéghegynek a csúcsa, csak az a nagy technika, meg a viszlátszorongás. Amikor azt a kurzust csináltam, beszéltem apukáról, meg anyukáról. Emlékeztek? De csak azért, mert ők szimbolizálják a férfi és a női energiát bennünk. Amikor gyermek, szülő
mikor gyermek-szülő viszony van, érezzetek erre rá? Ő a szülő, nagyobb energia, mi vagyunk a gyermek, van egy erő, fölény. Látjátok? Ez valamilyen szinten jogos is. Amikor gyermekek voltunk, fügtünk tőlük, volt egy függőség. Nekik kellett minket etetni, biztonságban tartani, szeretni, érzelmileg táplálni. Egy páruknak ez sikerült, de legtöbbi elbukott. Amíg ezek az alacsony gyermek-szülő viszonyok vannak csak átvizsgálva, addig elakadunk. Meg kell ezt gyógyítani, de utána menjünk fel egy szintet. Ha apuka és a lánya között volt egy konfliktus, akkor van a férfi és a nő között egy konfliktus. Ha ezt is elkezdjük vizsgálni, itt van az igazi áttörés. Ez a férfi miért neheztel erre, idézőben a női nemre? Nem a gyermekre, hanem a női nemre. És erről beszéltem többször, hogy a férfi retteg a nő elutasításától. Retteg. Azért bántja szóban, azért gyalázza meg, mert össze van törve a szíve. Kinek a felelőssége meggyógyítani önmagát? Hát a személynek, csak annyira kacifántos ez az egész, hogy eddig ez nem volt közölve, tudod, így tisztán. Mindenkinek ki kell takarítani a buksit. Ebbe mi tudunk segíteni a másiknak, itt, ahogy mondtam, a buktató az az, hogy sok ember erre nemet mond. Ismerős ez is. Ezt hívja Esther Hicks ellenállásnak. Ezt hívja Eckhart Tolle, így the way of the cross. Nem tudom magyarul, hogy mondják. The way of the cross. És... Oké. És sajnos az embernek ugye az ego uralja a lényét, és az ego dicsőíti és bálványozza. Mind a két szó fontos. Dicsőíti és bálványozza a rossz programjait. Ebben benne van a gyengeség, benne van a szenvedés, ebben benne van az egész nihilista világnézet, az ego eszméletlen a sakkmester. Hallottátok ezt már tőlem? Biztos, ugye? Igen. Soha nem csináltam titkot ebből, mert én ismerem a kvantum mélységeket, de ha ti is tudjátok, akkor úgy tudtok ránézni a világra, hogy tudod mit? Én vagyok, én erősödöm, én gyarapszom, engedem el, ami nem erről szól, és ezzel az újon befogadott erővel átformáljuk a világot. Nagyon-nagyon jó érzéshez fog vezetni, nagyon-nagyon ez egy dicséretes dolog, csak kellemetlen a folyamat. Oké, menjünk tovább. Tehát a szüleink felé, igen, feltétlenül kell, mindent kell közölni, de nagy technikát használd, mert ott nem kell a földi síkon viaskodni a másikkal. Mindenki magáért felelős. Oké, nézzük tovább. Még 19, csak még úgy 10 percet megyünk, jó, és utána csinálunk egy szünetet. Oké. Súlyos OCD-re mit tudna ajánlani? Hú, ezek nagyon jó kérdések. Egy pillanat. Az OCD az egy nagyon érdekes valami, mert a fizikai síkon jelenik meg, általában az ön undorra egy kompenzáció. Olyan mocskosnak érezzük magunkat, olyan koszosnak, de az igaz, a szakszó mocskosnak, hogy állandóan takarítunk. Ez honnan jön? Traumákból. Minden trauma, trauma, trauma. Mondok egy példát. Pillanat. Dolgoztam egy jó pár emberrel, nem is tudom, pár ezerrel abba hagytam a számolást.
Volt egy srác, egy fiatal srác, 21 éves lehetett, és mondta, hogy éjjel-nappal kezet mos. De olyan már ez az OCD, ez a beteges zsen. És ennek vannak, tudom, mikor az ember WC-re megy, akkor éjjel-nappal csak mossa magát utána, és nagyon sok emberre ez így igaz. De azért, mert valami olyan történt, és általában ezek elmei síkon történnek, hogy mocskosnak érzi magát. Lehet, hogy nem volt semmi, hogy olyan csak az ő úgynevezett perception, tehát az ő maga által kiformált vélemény vezetett ide. Viszont van egy trükk itt. Ez az ego trükkje. Az ego eszméletlen sokmester. Kihasználja az asztrál síkot, kihasználja az akasal síkot, a negyedik dimenziót, magasabb dimenziót, hogy minket távol tartson az igazságtól. Nagyon sok olyan ember van, aki OCD, ki, vagy nem tudom, tehát ez az Obsessive Compulsive Disorder, akinek OCD-je van, igen, így mondják, és azért is van, mert drogoztak, mert ajvaszkáztak, mert valamit csinált, és levált az asztrális testük, szeparáció teremtődött, és az bármi, ami tőlünk szeparált és levál, az támad ránk. És akkor suttog az ego, hogy te kis mocskok, te kis, ez meg az ismerős, ezt gondolom, és próbálunk ezt a belső hangot, ezt a támadást úgy kompenzálni, hogy a mocskot, ami csak egy hiedelem magunkról, takarítani a fizikai síkon. Mit tudsz itt csinálni? Beszélsz ezzel a résszel, visszaintegrálod a levált asztrál testedet, és azt mondta, hogy tudod mit? Megszűnik a hang. Már nincs hang. Jól vagyok. Hol van ott a probléma? Az elmében. Miért? Mert szeparáció volt. Milyen durva, nem? Tehát az OCD az mindig meg kell nézni, hogy mit kompenzál ez a viselkedés. Mindig valahogy visszavezethető a mocskossághoz. Ez a magunkról alkotott vélemény, amit nem lehet egyszerű terápiával megoldani, vissza kell integrálni a levált asztrál síkunkat, megbocsájtani magunknak, hogy nem az levált asztrál testünket, és az érzelmi világunkat meg kell gyújtani, vissza kell integrálni. Oké, okay? Tehát ez volt a válaszom arra. Nekem probléma nagy technikával, nem vagyok még magán, csoport tagja, nagy technika, többször végig csinál, mindig ott marad bennem az egyedül léttől rettegés. Ez azért van, mert még nem ismered a mélységeket, de semmi gond, honnan ismernéd? Az egyedül léttől a rettegést az ego szadizmusa, az istentelenség. Mi hiányzik neked? Az Isten védelme, az Istennel való kapcsolat, a teremtővel való közreműködés, egy traumába, régi traumába, te vagy az őseid, elutasították a teremtői védelmet. Oda menj bele. Jó? Mi hiányzik? Biztonság, védelem, az Isten való kapcsolat. Eszköz. Legtöbb ember eszköztelen. Ez az ellenkezője. Jó így? Kikkel kell az oldást megcsinálni pontosan? Honnan tudjuk? Minél többet csinálsz, annál jobban tudod. Ez egy intuitív process, kombinálva van, egy nagyon magas, nem jó, egy nagyon magas fokú tudással. Akik tanulnak tőlem az expert coachba, tudják a 4 lépését a tanulásnak. Van a nem tudjuk, amit nem tudunk. Ez a tudattalan inkompetencia. Rájössz, hogy ne valamit nem tudsz, valamiről nem tudtál, honnan tudtál volna, nagy a világ. Rájössz, most már tudatos inkompetencia van. Most már tudod, hogy nem tudod. Utána tanuljuk, utána tudatos kompetencia, gyakorlat csinálj, és tudattalan kompetencia lesz ebben. Miért fontos ez? Mert így működünk. És ahogy tanul az ember, kell ez a tudattalan kompetencia, és ezt jól csinálja, mint én, aki megtanultam most már tizenvalány éves, és egy milliószor csináltam ezt, hogy ezt a tudattalan kompetenciát kombinálom az intuíciómmal. Ennek volt így értelme?
Mindnyájunknak van egy intuitív fakultás, egy intuitív hozzáférhetőség, amit viszont az ego lerombol és félremagyaráz sokszor. Minél tisztább az elme, minél inkább ismerjük a logikát, a spirituális, a kvantum pszichológiát, annál inkább tudjuk a műszaki választ, és alkalmazhatjuk az intuitív üzenetet, és kombináljuk ezt, akkor eszméletlen erőbe leszünk. Én ezt csinálom. Én egy látó vagyok, tudom kérdezni, hogy te mit látsz? Hát, ez. De miért? Mert tudom, hogy megvan a kompetencia, és megvan az intuitív hozzáférhetőségem, mert kiürítettem az elmém. Mindegyik kötőkben ez megvan, csak vannak ellenállások. Oksi? Tehát használni kell ezt a gyógyulási folyamatot, és használni kell az intuíciót. Ha például, és a legtöbb ilyen információ viszont gyerekek, ez metaforikus. Most mondok valamit, egy vicces példát, hogy mindig mondtam, hogy nem a sztória fontos. Fontos az az első lépés. Láttam egy zsiráfot. 1000 évvel ezelőtt élettel ez a zsiráf voltam. És mindenki erről beszél. És mit evett a zsiráf? És milyen magas volt a nyaka? És hány, milyen gyorsan? Kit érdekel? Mit szimbolizál a zsiráf? Mi a metafora? És a hosszú nyak, a nyakaskodás, a hozzáférhetőség, ez lehet jó, meg rossz, tehát nincs rossz válasz, csak mondom, hogy a metafora számít. És eddig az emberiség el volt akadva ezekbe a sztori, hogy mondjam, értelmezésekbe, de az alatta lévő metaforákat, hogyha megtanulja az ember, akkor jövünk rá a lényegre. Mondok még egy példát, mondtam többször, csak annyira látom rengeteg coachnak így ez a megrekedtsége, hogy a narcisztikus ember, már a könyökömön jön ki ez a téma, de megmondom itt is, hogy tudjátok, hogy mi a narcizmus, mit keres? Figyelmet, szeretetet, elismerést, felismerést, és ez pár dolog. Ez szerintetek mi ki keresi? Mindenki. Ki narcisztikus? Mindenki. Gyógyítsd meg az alsóbb rétegeket, és utána nem kell címkézni. Jó? Oké. Okay. És azért tudjátok, hogy jó, ez van egy ilyen konfliktusotok, semmi gond. Persze, hogy van. Neki mi hiányzik? És ezek, amit mondtam, és elkezdett felismerni, hogy benne is hiányzik, bennünk is hiányzik. Meggyógyítod a technikákkal, és már nem kell ebben az energiában részt venni. Mert igazándiból ez egy egótrükk. Bármikor a külvilágot okoljuk, valahol a saját hiányosságunk is megjelenik abban az okolásban. Jó, nem tudom, hogy így mondják szépen magyarul ebben az újabb mutogatásban. Jó? És azért ez jó, ez a nagy technika, hogy nincs, tudod, nem kell magunkat bántani, mi nagyon mély ős történetekből jövünk, és ős történeteken mentünk keresztül, és célunk az, hogy egymást és magunkat gyógyítsuk. Oké, okay. Tehát ez majd erre ráérzel, onent. Hogyan oldhatod fel az önszabotálást az életedben? YouTube videó végén a lélekszerződés figyelmen kívül hagyását. Erről tudnál többet mondani? Lehetséges kilépni a lélekszerződésből? Ezek jó kérdések. Honnan tudom? Bizonyos szerződése, lélekszerződésem van, és azért van még mindig ilyen az értelme, dolgom van be, nem csak mondjuk egy gátló NPC. Oké, okay, szuper. Az önszabotálás, azok az ego programok, és az, oké, okay, elmondom ezt nektek. Az önszabotálás két tartománnyal rendelkezik. Az egyik, az elme védelmez minket valamitől. Ezek a múltbeli feloldatlan traumák miatt vannak. Mondok egy példát. Ezt tőlem hallottátok, de elmondom a saját példámat, hogy 5-6 éves lehettem, még Budapesten, szavaltam a színpadon anyák napján. Több százan voltak az előadó teremben. És belesültem. És velem elsüllyedt a világ. Felnevetett a közönség,
így utólag tudom, de az, mert milyen édes, meg aranyos, nekem elsüllyedt az önbizalmam, az lement nullára. Így kellett volna, hogy legyen? Igenis, meg nem is. Azért volt így, hogy rájöjjek arra, hogy az ilyen trauma azt okozza később, hogy nem mertem megszólalni mások előtt. Egy bizonyos, vagy nem tudom, egy-két ember előtt, persze, partikba, természetesen, de utána még az embernek ki kellett lépni egy kicsit, hogy én is egy publikus személyiség lettem, és előadó lettem, ezt soha nem tudtam volna meglépni, vagy megtenni, ha nem oldom fel a megszégyenítés traumáját, és az egyik ebből az ott volt azon az anyáknapi ünnepélyem. És az önszabotálás, ezt azért mondtam, mert volt egy olyan védelmi funkciója az elmémnek, hogy vigyázz, ne legyen túl nagy a hallgatóságod, mert kinevetnek, vigyázz, ebből már volt baj. Tehát az elme véd minket, amíg a traumáink nincsenek semlegesítve. Ahogy kezdjük ezeket oldani, és haladunk előre, bármerre legyen az, felfelé előre, akkor viszont az ego azt mondja, hogy lassíts, szerelmem, ez nem jó. Te az élet cél felé törtetsz. Szabadság felé törtetsz. Hát én nem ebbe hiszek én neked, és akkor elkezd betenni nekünk. Tehát az önszabotásban az elmei védelem, a feloldatlan traumák miatt, és van az ego program, ami meg valamilyen szinten, ha már tudjuk egy magasabb szintről ezt, ellenáll, amit mi tudunk transzendálni, átlépünk és folytatjuk az utunkat már szabotálás nélkül. Nagyon sok ember nem tudja ezt a két oldalt. Ezért kell a traumát feloldani, és ezért kell ismerni az ego világát, hogy ő egy sakkmester, de minél tisztább az elme, annál nagyobb sakkmesterré válunk mi is. Jó? Folytatom. Erről tudnám mondani, egy lehetséges kilépni a lélek szerződésből. Igen, lehetséges. A lélek szerződés az nem, nincs kőbevésve. Dolores Cannon technikájában is le van olyan, hogy össze lehet tépni, semlegesíteni, sem meg lehet semmisíteni lélek szerződéseket. Itt azzal kell vigyázni, vagy arra kell vigyázni, hogy ha befejezetlen és megtanulatlan leckék vannak, azok nem mennek el, tehát be lesznek mutatva valahol másképp, máshogy később. Tehát nagyon sok ugye olyan kapcsolat van, ahol tényleg, ha nem járna érte börtönbüntetés, már így kinyírták volna egymást. És akkor vannak olyanok, hogy megszüntetik a lélekszerződést, attól az az erőtlenség, az erőharc, a traumatizáltság nem múlik el. Jó, tehát azzal majd újra szembesülni fogunk. Meg lehet szüntetni a lélekszerződést. Én azt javaslom, és Dolores Cannon is ezt tanította, hogy oldd fel a traumát, próbálj minél nagyobb semlegességet, bölcsességet, oldást teremteni, és utána azt mondja, tudod mit? Szép volt, jó volt, elég volt, te mész balra, én megyek jobbra, vége, kösz szépen, és összetépik a lélekszerződés. Itt ez működik. Úgy már lekerültünk a karma kerekéről. Oké. Honnan tudom biztosan, hogy egy személyen lélekszerződésem van, és azért van, még mindig jelen az életemben dolgomban, nem csak mondjuk egy gátló NPC. Oké. Okay. Rengeteg ilyennel volt dolgom, és tényleg az ember nem tudja, hogy mihez folyamodjon izéhez szó, vagy ez, nem, milyen eszközre folyamodjon. Bárki, aki megjelenik az életedbe, és nem a semlegesség érzését, vagy nem érzed magad teljesen jól, annak a környezetében azzal van lélekszerződésed.
dolgod van vele, ahogy mondtad, igen. Itt tudni kell persze mély pszichológiát. Ezt nagyon jól mondtad, tetszik, hogy mondtad, gátló NPC. Az NPC-k azért vannak ott, hogy pokollá tegyék az életünket. És ezt mondtam már többször, le a kalappal, nagyon jól csinálták. Egy alacsonyabb szintről ez nagyon kellemetlen, mert az egész egy küzdelem, de hogy engedjük el a mi erőharcainkat, a mi árnyainkat, hiedelmeinket, igazándiból, amivel mi vagyunk erőharcban az univerzummal, annál inkább az az NPC távozni fog. Van egy olyan fősőbb rend, hogy minden értünk van. Ezt majd ti is, mint megerősítés, írjátok le és használjátok, de tényleg úgy érezzétek át, hogy minden értünk van. Ezt angolul tudom, majd mindjárt lefordítom, hogy úgy mondják, hogy everything works out for my advantage. Minden az én célomat szolgálja. Talán így a legjobb. És ha ezt te tudod, akkor már nem látod a másikban azt a gátlót. Mert igen, gátló, legtöbb NPC az eszméletlen gátló. Ez van az ő lélek szerződésükben. Ez van az ő programozásukban. Ez van az ő sátáni elméjükben. Oké? Okay? Amíg azok minket gátolni tudnak, addig ugyan valami hasonló rezgés van bennünk is. Ha azt mi integráljuk, két dolog történik. Mondjuk ezek vagyunk mi, itt az NPC. Nagyon sok ilyen falba belefutottunk már. Mi integráljuk ezt az ellenállást. Ez egyik dolog, a kettő, ami történhet, hogy ez az NPC az, hogy köszi, ennyi volt, szia, és eltűnik. Ebből nagyon sokat láthattok ma is. Eltűnik az ember az életéből. Puff, kész vagyunk, köszönöm szívesen. A másik, meg az történik, hogy mi rezgésbe fölülmegyünk, ahogy integráljuk, és lehet, hogy ő már próbál szurkálódni, de már immunissá válunk, vagy immunisak vagyunk erre a szurkálódásra. Ebben a szituációban már be tudjuk vállalni azt a bátorságot, hogy megmondjuk neki, hogy köszönöm, nem így működik a világ, takarítsd a burrát, tehát ki tudjuk mondani azokat a dolgokat, amit gyermekkorban nem tudtunk kimondani. Tehát visszajön a bátorságunk. És utána ő eltávozik. És ezt hívják úgy, hogy a fény elnyeli a sötétséget. Magunkon keresztül oldjuk a nem kívánatost, segítünk azoknak, akiknek affinitásuk van erre, akinek nincs, azokat tereli tovább a teremtő. Jó? A legnagyobb kihívás az embereknek ugye az volt, hogy nem tudtuk a mélységeket, az ego, amely nagyon-nagyon-nagyon mély entitás, harcba van a teremtővel. Harcba van a teremtő logikájával, harcba van a világgal. És ahogy ürítjük ki az elmét, ezt a harcot, amit sokszor örjöngésnek hívok, erőharcokat, engedjük el, és azt tudod mit? Ez az átadás. Kedves univerzum, nem én akarom a hegyet eltolni, hanem kérlek, segíts eltolni a hegyet. És azt mondta teremtő, a te kérésed, a te parancsod. Köszönöm. Bum, és megmozdul a hegy. Jó, gyerekek. Akkor csináljunk egy 10 perces szünetet. Nálam itt óra 40 van, találkozzunk óra 50-kor, és folytatjuk. Van-e bármi gyors kérdés? Pisist kérlek magad, Robi, a Google Drive-on. Ajaj. De ha kiemeled, akkor eltűnik én, de hogy lementettem. Az előbb azt kiemelted, és akkor eltűnt, minden úgy meglepődtem. Jó, jó, oké, én közben törlöm csak azért, mert ez úgyis meg lesz osztva. Ne. Ja, jó, mert a középső szakasz nincsen nekem lementve, most olyan nézd, pillanat alatt kaptad. Nézd, csak egy picit, mutatok valamit. Igen. Most csak kell egy kis szünet az emberek. Jó, rendben. Itt okay. Vagyok a következő, Éva Ádám, utána Bellai Veronika, jó, tehát ezek vannak a listán.
utána jön, amit te a Google Drive-ba föltettél. Igen, mert azért hogy töröltem. Frissítem. Mondjad? Mert hogy frissítem, ahogy jönnek, írom befele a kérdéseket Oké. még. Jó van, drága, köszönöm szépen, akkor találkozunk 50-kor. Oké. Igen. Köszönöm. Jó. Gyors kérdés, hogy jó sokan vagyunk, hogy vagytok? Bírjátok az ütemet, íramot? Jó, oké, látom a számzat. Oké, és akkor folytatom a válaszokat. Még annyit szeretnék mondani, hogy akartam mondani, de elfelejtettem az OCD-vel kapcsolatban, hogy ennek a kisrácok, akivel dolgoztam, az ő drogozása előtt még volt egy trauma, egy összeszólalkozás a munkahelyen. Az feloldatlanul maradt, és az vezetett ehhez az őrjöngő dürohamhoz, és mindig az őrjöngő dűroham ad lehetőséget a szeparációra. Minél integráltabbak vagyunk, annál inkább védve vagyunk, annál kevésbé áll fent a lehetősége, hogy valamitől leválik, és szeparál, és támad. Az OCD ugye az egy, hogy mondtam, a mocskosnak hiszük magunkat. Láttam egy kommentet, hogy az ayahuasca jó. Persze, hogy jó, nem mondtam semmit az ayahuascáról. Én azt mondtam, hogy nagyon sok ayahuasca ceremóniát nagyon rossz sámán irányít. Ezt mondta. Életveszélyesek ezek a dolgok, ha nem tudja, hogy mi történik az ember a kvantum mezőben, a kvantum elmében, a tudattalan világban. Semmi rosszat nem mondtam az ayahuascáról. Oké? Ez sajnos az elmének, az egónak a félrefordítás. Mindig azt hallja, amit akar, meg amit véd. Jó? Folytassuk. Tudjátok hozzám, hány ayahuasca ceremóniás jött? Mert majd bedilizett, mert leváltak az érzelmi részeik? Nem a technika a fontos, hanem tudni azt, hogy mi hogyan működünk, ezt a millió részletet. Nézzük tovább. Nagyon kitaszított voltam a családomban, ezzel félek a szeparáltságtól. Akkor így gyógyítsd meg a kitaszított tárnyadat, és itt van az elhagyatottsági trauma. A rengeteg szaporáltságunk van, ezeket vissza kell integrálni. Oké? Okay? Ezekre vannak, erre van a nagy technika, utaztatási technikák, részkonfliktus, integrációk, árny integrációs technikák, tehát ezt meg kell gyógyítani, ezeket a sztorikat, és utána a trauma struktúrát, az elhagyatottságot is újra, vagy feloldani. Erről nagyon keveset tud a világ. Az egyik a három fő traumánkból az az elhagyatottság traumája. Mondhatok valamit az Expert Coachból, megosztom a képernyőmet veletek. Ezt a belső körben már látták, de megosztom. Ez az első manuál a kettőből, és valahol, itt pont itt vagyok, de jó, nézzétek, már az univerzum is segít. Ugye van a gestalt teória, ami azt jelenti, hogy a feloldatlan jelentős érzelmi események, ezt ismétek a viszlát szorongásból, ez az eredeti angol onnan jön, hogy significant emotional events. Az történik, hogy volt egy kis, vagy valami történt gyermekkorban, az feloldatlanul maradt, ez a rezgés megy tovább, és egy pár évvel később nekem egy intenzívebb, egy agresszívabb verziója. Ugye az emberek nem tanulták meg oldani, meg az egész rendszer nem arról szólt, hogy oldjunk, és utána még jön egy még durvább verzió. Csak az ember eljut ide, mondjuk nevezzük ezt a mának, és ledobja az agya az embernek a láncot, mert az történik, hogy amit itt érzünk, az ennek plusz ennek plusz ennek a vég, az összege. Oké, ez az összeg. Nézzétek csak, pillanatot kérek, van egy
mikor az utaztatást tanítom, vagy lehet, hogy ez már mester manuálban van. Na mindegy, visszamegyek ide. És képzeljétek el, hogy visszamegyek, oké, tehát ezt szeretném, hogy itt vannak múlt életek, és vannak genealó, tehát ez az ősök. Vannak ős idősíkok és a mi múlt életeink. Szerintetek hány ilyen kis piros arcocska van ezeken a vonalokon? Több ezer, több tízezer. És az történik, hogy mivel az elhagyatottságról beszélek, hogy minden kis piros arcocska itt, ami a traumatizált részünk, ugyanakkor szenved elhagyatottságban, mert mi itt vagyunk, dühöngünk, de ők meg félnek, szoronganak, mert mi elhagytuk azt a részünket. Nem tudom, ez mennyire érthető, hogy mennyire látjátok a logikát, hogy ugye a külvilágban az ego próbálja a megoldást megteremteni, de látjuk, hogy mi hagytuk el azt a 3 éves gyermeket, azt a 6 éves gyerek részünket, azt a 10 éves gyermek énünket, és ezek traumatizálva vannak, elhagyatottsági traumába szenvednek. És amikor az ember utaztatást csinál, gondolom sokan már, vagy ebből volt tapasztalatotok, az nagyon jó, nagyon fontos, viszont alatta vannak még olyan rétegek, amit általában érintetlenül hagytunk. Én nem oldottuk fel az elhagyatott gyermek, nem oldottuk fel az elhagyatottsági traumán belül lévő rétegeket. Kb. 30 réteg van az elhagyatottsági trauma alatt. Nem elég csak visszamenni és megölelgetni ezt a kisgyereki énünket, hanem van alatt egy nagyon precíz, egy úgynevezett lista, amit a figyelmen kívül hagyunk, az utazik tovább, ezek tovább. Ezért voltak az emberek ennyire, vagy vannak, ezért ilyen frusztráltak az emberek, mert azt sokat hallom, hogy hát én ezen már dolgoztam. Igen, azon a tudatossági szinten, viszont itt van egy sokkal mélyebb réteg. De erre mondtam azt a metaforát, hogy ez a csiga lépcső, és megyünk le. Hát én ezt már láttam, ezt a kilátást már láttam. Igen, de most mélyebben vagyok. És erre mondtam sokat, hogy az embernek, ha ismeri ezt a logikát, tudom, hogy ez egy fiús kifejezés, és tudom, hogy a legtöbb nő, aki erőharcol a férfi, az nem szereti ezt a szót, de meg kell szokni, mert tényleg van egy logika. Eddig a hölgyek abba a világba éltek, hogy megosztották egymásról az érzelmeiket. Semmi gond ezzel. Viszont nem fedezték fel, hogy miért létezhet az az érzelem. Mi annak a logikája? Miért neheztel a nő? Miért nem érzi jól magát? Mi annak a logikája? Honnan jön? Mit szimbolizál? És hogyan kell ebből kiszállni? Mit az univerzumnak az üzenete? Jó? Tehát ez a logika. És mondtam kedves Volanszky Szonyával egy interjúmban, hogy a férfinek meg kell most gyógyítani a nőt, ahogy a nőnek meg kell gyógyítani a férfit. És az első rész, mikor a férfi gyógyítja a nőt, azt jelenti, hogy a logika tudja átlátni az érzelmi, kaotikus lerakódásokat, meggyógyítjuk az érzelemvilágot. Az érzelemvilág, az a női energia meggyógyítja azt a logikus férfi részünket, aki fél az érzelmeitől, és ilyen szimbiotikus, hogy mondjam, tánccal rendbe hozzuk magunkat. Jó. Tehát az elhagyatottsági trauma, az ott van minden elhagyatott énünkben. Vannak erre csoportos gyakorlatok, úgy értve, hogy nem csoportos, hanem olyan gyakorlatok, hogy egyszerre is tudunk több múlt énünket is gyógyítani, de ezért félsz a szeparáltságtól. Tehát a nagy technikait nagyon jó, azt tanuld meg, kent vágd, és akkor utána vannak még integrációs technikák. Veronika. Van, hogy nagyon zavaró, erős szívverések jönnek rám a semmiből, úgy a semmiből, hogy napközben, mikor konkrétan nem agyalok semmin, és nem értem szinte, fáj, mi az, amit vajon oldanom kell. Oké, ez a szívtörés traumája. A szívtörés traumája nagyon veszélyes. Itt azt kell oldani, hogy téged, te úgy érzed, hogy téged elutasítottak. Elutasított ez, az, be lehet anyuka, apuka,
család, élet, Isten, exek, tanárok. Erre részre mi emlékszünk, viszont nem emlékszünk az alsóbb rétegekre, ahol örjöngünk. És ez a szívverés, ez a szív probléma, ez onnan van, hogy az ember örjöng. Miért örjöng ez? Miért vagy mérges azokra, akik elutasítottak? Te ugyanúgy őket elutasítottad, csak ezt az ego már nem akarja átadni. És még hogy szadisztad azokat a másokat? Az ember eddig abban a világban élt, hogy érzelmileg zsarolt és manipulált mindenki. Ezeket a rétegeket viszont nem tudja elfogadni, amíg nincs egy komolyabb spirituális alap. Tehát én arra fókuszálnék, hogy a nagy technikát használd, a cserbenhagyás és a szívtörés traumájában nem szabad belemenni először, építs stabil alapokat, és utána tudok neked küldeni mentorlistát, akik erre ki vannak képezve általam. Jó? Nagyon-nagyon profik ezek az áttörések, viszont hogy akkor nagyon veszélyesek, ha nem követünk egy sorrendet. Itt a sorrend is fontos. Emlékeztek, ezt mondtam sokszor, hogy van a Master Yourself, van az Expert Coach, van a Quantum. Mindenki ide akar bemenni. Rengeteget, hogy kapunk, kedvesem Uli is Németországban, én a Quantumot akarom tanulni, mondom, az első lépés se tudod. Az emberek nem tudják, hogy nem tudják. Ez a legnagyobb bajunk. Olyan szinten mélységhiányba szenvedtünk eddig, hogy azt hiszem, hogy ezért küldtek engem ide. Ez életben nem gondoltam volna, hogy én ezt fogom tanítani. Az életben nem. Tudom, vagyok is mérnök, jó-e vagyok, jó keresek, BMW-zek, stb. Partizok, aztán bum. Na mindegy, bevállaltam, de azért tényleg nagyon fontos tudni, hogy van egy rendszer, van egy sorrend, van egy mélység, és nem lehet, ahogy a búvárkodásnál se nem tudunk lemenni a felszínről több száz méterre, mert rosszul leszünk, ez ugyanaz. Menjünk kicsit lejjebb, szokjuk meg. Menjünk lejjebb, szokjuk meg azt is. És így tovább, és így tovább. És előbb-utóbb mélytengeri búvárok vagyunk, ahol felismerhetjük az álma mélységét, és minden rendben jön. Tehát ez a szívtörés traumája. Dániel. Nagy technikár mondnál kicsit. Ez benn van a viszlát szorongás hello életbe, Dániel. Az a kurzus, amit már júliusban tavaly megcsináltam. Most tettem pluszba be egy demót Máriával, vasárnap lesz egy újabb ülésem bele, beteszem ezt a másik demót is, és akkor azzal tudjátok megtanulni ezt a technikát. A viszlátszorongás hello életben van, most ennyit tudok róla mondani. Ildikó. Felnőtt gyerekeinek is el lehet mondani, amit itt tanulunk tőled? Hát szerintem igen. Miért ne? Itt megint ugye az a kihívás, hogy őket érdekli ez a téma, vagy ők tényleg a hárításra fókuszálnak. Ez nagyon nehéz, mert ugye szeretjük a családunkat, és szeretünk mindenkit, és próbálunk nekik utat mutatni, de van, akit nem érdekel. Mindenki most, gyerekek, eszmetlen feszültség alatt van. Mondok egy titkot. Nem titok, de elmondom. Az emberiség térdre lesz kényszerítve. Ez nekünk nagyon jó. Ezek a sátáni programozások, amiket az emberek tudattalanul vittek, ezek tűrhetetlenek. Ezek okozták a háborúkat, ezek okozták a nő és a férfi közötti harcokat, ezek okoztak minden betegségeket. Mi tettük magunkat beteggé a sátáni programokkal? Most erről hányan tudtak? Nagyon kevesen. Ezekben benne vannak a vallások, félretanítások, hamis profizmus, hamis proféták, de az egész világgal éltünk, szinte 99,9%-ban hamis. Az ellenkezője igaz, mint amit mi eddig hittünk. És ezt most nagyon durván be fogják mutatni az égiek. Azért mondom ezt nektek, hogy ha bármit felhoz, integráljatok, oldjatok, nézzetek rá, és akkor amikor már kijön a hírekben, azt mondta, hogy oké, de jó, hogy Robi mondta, már jól vagyok. Jó, ez a lényeg, hogy nincs rossz a világon, csak hogy el kell engedni ezt a sok invertált rossz hiedelmet és bennünk lévő programokat, és teremteni egy olyan újat, ami szívünkből jön, és nem az ego ismétléséből. Az ego ismétel. Ezt hívják déjà vu-nak.
Ezt tőlem hallottátok, ugye, hogy nézd már, ugyanaz a dal szól. Nézd csak, ugyanaz a szövegkörnyezet, ugyanaz a megnevezés. Itt egy új partner, ugyanúgy viselkedik. Ugyanazt mondja, az egész világ ugyanaz, ugyanaz. És ennek kell az emelkedett embernek véget vetni. El kell engedni ezt az ugyanazságot, az ego világát, és teremteni újat a gyógyult szívünkből. Ez szerintem egy csodálatos valami. Tehát igen, mondjad el feltétlenül, ha úgy érzed, hogy ezt el kell mondani nekik, akkor feltétlenül mondd el, egyre viszont kérlek vigyázz. Ne legyen semmi elvárásod. Ne várd el azt, hogy ez nekik tetszeni fog. Adrici, fel van a kezed. Van kérdésed? Igen, azt szeretném mondani, hogy beírtam most már kétszer is, hogy ne írjatok be több kérdést, mert nem fogsz tudni válaszolni, és még legalább 20 kérdésed van, ami frissítve van. Ezen okay, kívül. Jó, persze. Jó, úgyhogy nem tudok fölvenni több kérdést, mert nem hiszem, hogy szuper. Lesz. Szuper, köszönöm. Igen. Tehát ez egy jó probléma, ugye úgy mondják angol, hogy a good problem to have, vagy egy jó probléma, viszont tudod, az én kapacitásom is véges, meg nektek is lassan aludni kell, ágyba kell menni. Tehát igen, nem mindenki lesz vevő rá, ezt azt hiszem átadtam így, jó? Tehát feltétlenül, ami bármi, ami a szívetekből jön, vagy intuícióból jön, azt csináljátok. Ne várjátok vissza, vagy ne lepődjetek meg viszont, hogyha lesz ott ellenállás a külvilágban, használjátok a külvilág ellenállását arra, hogy nézzétek meg, hogy magatokban még mi diszonáns, még mit kell integrálni és gyógyítani. Bernadett. Álmomban szoktam más síkokon lenni, mikor nehézségeket él át az énem a másik síkon, ettől lehetek fáradt egy ideig utána. Ja, oké, bocsánat. Igen, természetesen. Most az történik, hogy a több tízezer, akár százezer énünk integrálódott, az összes dimenzionális lényünk integrálódott. Ez azt jelenti, hogy az ionoszféra, a stratoszféra, az alvilágunk, az asztársik, minden integrálódott. Erre mondtam, hogy kijön a fokrém a tubusból. Minden előttünk van. Mindennel szembe kell nézni. Eddig az emberek szőnyeg alá söpörtek dolgokat, a ki nem mondott, ki nem fejezett sérelmeink, és mindenki jön. És amikor ezeket éled át, más énjeid, úgy más síkokon kifejezést adnak ezeknek. Én azt javaslom, hogy hagyd ezeket most, hagyd őket létezni, hagyd kifejezni, és ha ne adj Isten, nem múlna el 3-4 nap múlva, akkor ott érdemes technikákat alkalmazni. Oké, okay? Tehát az univerzum most rajtunk keresztül engedi el ezt a sok ősi mintát, viszont ha még mindig újra felüti a fejét, akkor ott oldani kell. Neked akkor ott van valami mély, ott mélyebbre kell menni. Ettől lehetek fáradt, pontosan. Ez azért jó jel, mikor fáradtak vagyunk, mert azt jelenti, hogy az ember emelkedik. Ha nem lennél fáradt, ha nem fájna a testét meg ott, akkor nem lennél az emelkedő idősíkon. Jó, tehát ez egy kellemetlen, de nagyon jó hír. Ilyen még nem volt a teremtés történetében is. Nekem például múlt héten talán volt egy nagyon kellemetlen, egy körömágy gyulladásom. Tudom a pszichológiát, hát gyorsan feloldottam, utána egy nap, két nap után el is múlt. Kell persze nekem egy hét, amíg úgy tényleg teljesen meggyógyul, de minden szint a kollektívból jön. Tehát azért sem ezeket a kollektív oldásokat, hogy gyógyítsuk meg az ősöket. A nagy technikát tudjuk használni, hogy felidézzük az ősöket, és őket tanítjuk meg egy békésebb gondolkodásra. Tehát nem az aput, meg anyút, meg exeket, hanem a domboldalra felidézünk több ezret vagy tízezret, és akkor nekik tartunk egy szónoki beszédet, átadjuk a magasabb tudatosságot, gyógyul a kollektív, tisztul a kvantummező, és gyógyulunk mi ebből.
Láttatok már ilyet, amikor csináltam? Sokat csinálok ilyet. Igen, tehát ettől fáradt az ember. Ez általában elmúlik 2-től 4 nap utánig. Vigyázzatok magatokra, sokat kell most inni, jól táplálkozni, földelni, oldani, használni mindenféle szubliminálisokat, fürdőket venni, és így tovább, nyújtani. Tehát most az emberiség eljutott egy olyan pontra, hogy 24 órában kell gyógyítani magunkat. És ennek vannak fizikai, és vannak elmélységei, érzelmiségei. Emira. Valamit nem maradt? Itt vagy velünk, Emira? Oké, nem látom, mindegyik megválaszolom. A metamorf masszázs blokkoló tapping technikája, reiki, honopono tisztítás. Igen, mindegyik technika hasznos, egy baj van, nem mennek elég mélyre. Ezek is fontosak, ez is fontos, ez is fontos, és még a másik 10 000 réteg is fontos. Tehát ez nem elég, ez sem elég, ez sem elég. És a legnagyobb probléma, hogy ezzel a honopono az volt, hogy, hogy mindig a másiknak próbáltunk megbocsájtani. Ismerős? Megbocsájtok neked, tudod, meg stb. Egyet viszont kihagytunk. Nem bocsájtottunk meg magunknak, mivel mi voltunk a seggfejek. Bocsánat, a kifejezésem. Mi voltunk, akik cserben hagyták a másikat? Mi voltunk, akik elhagyták az Isten? Mi voltunk, akik szadisztuk a partner? Mi kéne? Mi vagyunk az ősök? Erről ki beszélt? Senki. Ezt kell megbocsájtani. Azért sem van egy technika. Tehát olyan rossz, hiányos tanításokból állt sajnos eddig az élet, hogy aki nem ismeri az elme mélységeit, annak nincs kiút. Igen jó masszázs, szeretem én is, stb. De nem elég. Oké? Okay? És ezt kell felfogni, hogy van egy nagyon mély elmei struktúránk, aki ezt kenivágja, az nagyon jól van, ezt lehet segíteni még plusz technikákkal, plusz hozzáférhetőséggel, de az nem elég. Ez amint kérdezik tőlem, hogy a meditáció jó? Igen, jó. Az olyan, mint egy desszert. Meddig bírod azt a dobostortát fogyasztani, mert azt mondod, hogy elég. Az nem ad áttörést. Az egy békés állapotot segít felfedezni, ahol lehet, hogy rájössz egy-két dologra, de ott nincs igazándiból az a logika, ami szükséges ahhoz, hogy az ember tényleg áttörjön, kijöjjön a sátáni programozás alól, és tényleg bevállalhassa az új földet. Jó, az egy desszert. Vannak főételek, és ennél főételt tanítom. Tudok szép meditációkat csinálni, mert ezt is hallottátok, a gyógyuló fénysebessége, meg angolul rengeteg ilyen van, de tudni kell, hogy aki az elme takarítását elkezdi érteni, kenni, vágni, az lesz igazán csak jó. Oké. Okay. Ha édesanyám szexuálisan bántalmazott volt, apukám halála óta, aki öngyilkos lett 33 éve, teljesen elutasítja a gyermekeit, ha beszéltünk, akkor pedig a mártír bántalmazó viselkedés volt felém. Apukám iránt gyűlöletet érez, ezt kiérzi te, vagy ki? Ki ez az egyén? Itt vagy? Szóval kérlek, hogy itt ki érez, ki iránt, mint, várjál, lehet, hogy én nem látom, segítsetek. Azt írja, hogy az anyukája érez. Anyukája érez. Ó, anyuka érez apuka felé gyűlöletet? Jól olvasom? Úgy írja az üzenetbe, hogy igen. Jó, oké, köszönöm. Jó, és gyűlöl azóta, mondja, olyan vagyok, mint apukám. Ha elengedem anyukámat, akkor egy kis idő múlva újra megkeres. Ezt hogyan tudom magam oldani? Oké, nagyon jó kérdés. Érzitek, hogy szinte ez mindenkire vonatkozik? Itt a logikát kell megérteni, a pszichológiát. De ezt kérdezed, tehát ez tök jó.
Elutasítja a gyermeket, ez a felelőtlen szülő árnya. Neki mi hiányzik? Hát, mi nem hiányzik, az egész világ hiányzik. Felelősség. Ez mindig a szívtörés gyógyulatlan traumája miatt van. Öngyilkos lett, az ego halál struktúrája, azaz ő lemondott az életről, mert bűntudata volt. Miért volt bűntudata? Mert traumája volt. Ő kinyírt valakit egy múlt életben, soha nem oldotta fel, és az ego beetette bele, hogy ezt úgy tudod megszabadítani magad a karmától, kinyírod magad. Ennyire pszichopata az ego. Oké? Okay? Ez már kvantumpszichológia, tehát itt több ezer réteg fut egyszerre. Szívtörés, a halál struktúrája, az élettelenség, a léleksérülés struktúrája. A gyűlölet viszont ezt ide nem szabad bemenni felkészületlenül. Aki gyűlöletet érez, az azért van, mert úgy érzi, hogy a másiktól verességet szenvedett. Ez a luciferi bukott angyal. Oké? Okay? Aki, ez nem rossz, ha gyűlöletet érez valaki, ez azt jelenti, hogy jó mélyen járnak, vagy jó mélyre jönnek fel a dolgok. Engem is gyűlöl azóta. Hogyan vesz, vagy mondd már, ő úgy érzi, hogy te is, te általad is vereséget szenvedett. Ha apukádat is, akkor a férfi iránt úgy érzi, hogy az élettől vereséget szenvedett. Csak azt gyűlöli az ember, amit még nem oldott, nem bocsájtott meg magának, mivel úgy érzi, hogy vereséget szenvedett. Jó? Tehát téged is gyűlöl, és mondja, olyan vagy, mint apukád. Akkor maga neki kell oldani. Te tudod azt csinálni, Krisztina, hogy a nagy technikában megnézed, hogy anyukának mi hiányzik. A te anyukádnak. Ő, akit szexuálisan bántalmaznak, az a nő, az kinyírja a férfit. Ez ott van a Viszlát szorongás Hello életben, most van az az új demo videó. Erről nagyon sokat beszéltem. Ő ezt nem tudja. Az ebből származó bűntudat, a támadási aspektusok, azokat elnyomja az ego, a támadás marad, csak félre beszél. Azaz nem mondja, hogy figyelj, én kinyírtam azt a férfit, aki megerőszakolt, hanem a férfi az ez meg az. Elkezd kivetíteni rossz hiedelmekkel, szapulni a külvilágot, nem tudja, hogy ő a gyilkos. Ő gyilkolta le a férfit. Ő volt erőhiányban. Az a férfi, aki bántotta nőt, az is erőhiányban volt. Sajnos a sátáni programozásban tele voltunk olyan durva traumákkal, ugye a szexuális trauma az egyik a 14-ből, és ha nem tudjuk a pszichológiát, nincs kiút. Innen látszik ez az elakadás, hogy az ember nem tudja, hogy anyukádról beszélek, hogy nem tudja, hogy ő kinyírta a férfit. Ő a saját szemszögéből látja, hogy én vagyok a szexuális áldozat, viszont nem tudja, hogy gyilkos és merénylővé vált. A merénylőt kell meggyógyítani, a férfi gyilkos kell meggyógyítani. Jó? Ezt el tudod neki mondani a nagy technikán belül. Engem is gyűlöl azóta. Nézd meg, hogy miért. Miért érzi ő úgy, hogy verességet szenvedett ő tőled? Okay? És ezeket így felfeded magad, és elmondod neki. Mi hiányzik neki? Nagy technika. Hát a magáért felelősségvállalása, az elme kitakarítása hiányzik neki. A traumák megértése hiányzik neki. A cserbenhagyásai, a gyilkosságai elengedése hiányzik neki. Az önbecsülés hiányzik neki, az önszeretet hiányzik neki, a mártírság elengedése hiányzik neki, és így tovább. Látjátok, hogy szféra vagyunk programozva? Ezt te úgy tudod, amit most itt bemutattam. Nagy technikába, és megismered a pszichológiát, megismered ezt a sok rejtett kapcsolót, és elmondod neki, drága édesanyám, figyelj, ezt nem tudtad, letaroltad a férfit, legyilkoltad, akkor jogos volt most viszont ennek a bűntudatát, és ezt az árnyi történetet engedd el. Magadat őrlöd, magadat bántod, és ezzel bántod a külvilágot. Ezek a feloldatlan traumák okozták a háborúkat. Mert az emberről mit csinál? Gyűlölködik. Aki gyűlölködik, ugye az öngyilkos lesz, és a halál energiáját átkokat szór. Ezt nem tudta az ember eddig. Azért mondom, ennyire nyersen. Az emberi elme tolja ezeket az átkokat, a gyűlölködéseket, és ezt a mély állam felhasználta arra, hogy rajtunk keresztül teremtsen egy olyan világot, ami a sátánt szolgálja. Oké? Lakati a.
rengeteg furcsa rossz hajléktalan szagokat a semmiből. Most, ahogy emelkedünk, az érzékszerveinket turbozzák fel, és egyre érzékenyebb leszünk. Én is olyan, Uliva, olyan szagokat érzünk, hogy nem is akarom leírni. Tehát ez most az új humán, a 2.0-ásnak lesz egy úgynevezett egy képessége. Ebbe az a kellemetlen, hogy nem szeretjük a rossz szagokat, ugye a szaglás az direkt kapcsolatban van az aggyal, tehát azt nem tudjuk igazándiból. Bum, az megjelenik. Azt tud csinálni, hogy integrálod a rossz szaggal ellenállásodat, vagy a diszonanciádat. Ez egy olyan képesség, amire majd az Újföldön szükségünk lesz, ott nem lesznek ilyen rossz szagok. Ez egy önvédelmi funkció is ugyanakkor, mert ezek a rossz szagok igazándiból az élenek, meg másokban rossz rezgések vannak. A jó rezgés emberben nincsenek rossz szagok. Oké? Okay? Most innen is látjátok, hogy azért tényleg tele vagyunk mindenféle érdekes dologgal, ezt szeretni kell, ezt el kell fogadni, ezt el kell kezdeni oldani. Nem szabad semmitől megijedni. Beszéltem most egy hölgyel, privátban megkeresett Facebookon, és mondja nekem, hogy ezt is szeretné törölni, ezt is szeretné kitiltani, kitörölni, mondom, ezzel kinyírod magad. Ez a legveszélyesebb dolog. Integrálni kell, nem törölni. Minden mi vagyunk. Bármilyen, mire azt mondjuk, hogy ez nem én vagyok, azzal elutasítjuk, ez az mi részünk, ránk támad, és ettől én beteg az emberiség. Nem törölni kell, hanem megtanul az integrációs technikákat. Mondok erre még valamit. Bármikor az ember ugye az út elején van, és mindez a hölgy is, és nem tudja, hát honnan tudná, tudod, eddig a tanítások nem erről beszéltek. Bármikor ilyet csinálunk, hogy töröljük a nem kívánatost, ahelyett, hogy integrálnánk, ez az egónak egy hatalmas trükkje. Az ego ilyenkor aktiválja mi felelőtlenségi árnyunkat. A felelőtlenség elhárítását, ami egy DNS árnyunk. Jó? A hajléktalan pedig egy árny, azt integrál magadba. A hajléktalan. Ez most volt vagy egy múlt életbeli történet, ahol te hajléktalan voltál, vagy egy olyan történet, hogy a hajléktalanokat láttad, de nem segítettél nekik, nem érzünk semmi, vagy olyan érzést, vagy érzelmet, ami nem, hogy mondjam, hogy nem hoz minket semmi ki a balanszból, ha az integrált. Nézd meg, hogy mi jön fel. Hogy sajnálod-e őket, mérges vagy rájuk. Esetleg van-e fején egy olyan, hogy vagy segíteni kellett volna, de nem segítettél. Jó, tehát ezeket az aspektusokat nézd át, és bocsáss meg magadnak. És utána ez az árnyad az integrálódik. A szagok érzés a semmiből, ez ugyanakkor egy vadász képességünk is. Ez valamikor, vagy a múltban nagyon komolyan a segítségünkre és előnyünkre szolgált, vagy a jövőbe, a jelenbe is. Jó, tehát ezt úgy integráld magadba, hogy ne félj tőle, gyógyítsd meg ezt az árny történetet, és meg fogod látni, hogy nem lesz már semmi rezgési, hogy mondjam, hozzárendelés. Jó. Mit kell ezekkel a multidimenziális ényénkkel csinálni, hogy hagyni a higher self-ünk rendezze? Ezt megválaszoltam egy párszor, mind a YouTube videókban, mind még a mai napon is, hogy vannak olyan multidimenziális ényénk, akiket hagyni kell. A magasabb énünk ezt, higher self, az rendezi. Viszont ha valami tart pár nap után is, akkor ott nekünk kell önmunkán, oldáson keresztül elengedni. Itt az a nehéz, ugye, hogy olyan sok információ jön most egyszerre, hogy tényleg, aki nem tudja, hogy mi folyik itt, az akár úgy is érezheti, hogy elveszítette az eszét. Nem veszítette el senki az eszét, csak most ez a rettenetes nagy információ áradat jön felénk. Ez most engedődik el, ez mind a múltból jön, több millió inkarnáció alatt felgyőrem dolgok most megjönnek,
hogy megjelennek, ezeknek, ha le kell, hogy játsszák magukat, és el fognak tűnni, ha benned ugye marad valami érzés, akkor azt kell oldani, azt a maradékot. Jó? Nem tudom, hogy eddig mit oldottál, milyen a milyen háttérrel rendelkezett, csak mondom. Edina, a családállítás módszerét használom oldásra, hetente járok. Ez a módszer is elegendő lehet romoldásra? A családállítás az egy jó módszer. Én is használom, használtam. Nagyon jó detektív a technika. Nem feltétlenül használom én oldásra, mert ennél sokkal mélyebb oldások szükségesek, de ha érted a logikáját a problémának, akkor nem a technika fontos, tud ezt is használni. A mélység a traumákra. Ugye ott van a 14 traumatípus, minden trauma alatt ott van a gyilkosságunk, a saját merényleteink, a saját elutasításaink, a saját örjöngéseink. Ha ezeket tudod, akkor lehet, hogy bele tudod bugyolálni azokba a technikákba. Ha nem, akkor ott a nagy technika, ott vannak a részintegrációs technikák. Tehát én nagyon szeretem a családállítást, de sokan jönnek hozzám, akinek családállítás alatt feljött valami, és akkor segítek nekik mélyebbre menni. Mert nagyon mély elmei struktúrák vannak meg. Oké? Meg kell tanulni a 14 traumatípust, és azoknak a komplex világát, azoknak a kompenzációját, és ezt megtanulja az ember, akkor tudod, tudja bármelyik technikát szinte alkalmazni. Én nagyon sokat mondtam ezt, és sajnos a spirituális közösségeket szépen átították a hamis proféták, és legutóbbi interjú Marcsival is arról szólt, hogy a sátani programozásból ezek a nagy szájú, de sokszor nagyon buta lények, ahogy támadnak, ahogy próbálják a rezgés szintet alacsonyan tartani, hogy nem a metódika fontos, hanem a logika, a pszichológia. Oké, ez annyira, ez az elmúlt héten elmondtam, vagy százszor egyéneknek, a pszichológia fontos. Nem az a pszichológia, amit az állam által teremtett tanítások adnak, hanem az a pszichológia, amit a hegytetőn a jeddik adnak át. Mert ha a sátáni rendszerbe valakit kiképeztek, szerintetek az a sátáni rendszernek a logikáját tudja? Nem tudja. Ez volt a legnagyobb a csalás. Tele voltunk mindenféle diplomával, meg mindenféle ilyen certificate-tel, és az emberek nem tudták, hogy ennél van egy sokkal mélyebb, és majdnem, hogy egy ezzel ellenkező invertált tudás. Ezt kell most megtanulni. Ezt kell, ellen kell engedni bármi, ami eddig rendelkezésünkre állt, vagy legalábbis ki kell hívni annak, hogy ez tényleg így van. Ez tényleg így, az is így van, és ráfogsz, hogy nem úgy van. Oké? Ez egy eszméletlen nagy ilyen ébredési folyamatban vagyunk most. Én engem már fölkészítettek erre már tizenvalahány éve. Én már 2011-ben tudtam, hogy mi jön itt, hogy, és már tudom, már idáig voltam, mert ez a spirituális közösség és az arrogancia, amik állandóan támadtak minket, most jön a napvilágra. Jó, csak azért mondom, tudjátok, hogyha látok is diszonanciát, hogy ennek nagy szája van, viszont nincs tudása. Igazad van. Igazad van. Én ezt már tudtam tizenvalahány éve, csak tudod, annyira még az embereknek nem volt meg az a tudatosság a kezükben, hogy nem volt bátorságuk arra, hogy szembenézzenek az igazsággal. Most az égek azt mondták, hogy nincs kecmec, vagy megtanulod az igazságot, vagy nem jöhetsz az új földre. Tök jó. Ez micsoda? Mi a helyzet? A and MB. Ez mi? Legyél kedves frissíteni a drive-ról. Igen, várj picit. Köszönöm. Ja. Ez ugyanaz a kata, hogy mi a helyzet a testvérekkel? Igen. Jó, oké, köszönöm. Akkor át kimásolom innen, jó? Oké, köszönöm. Minden, vihetsz mindent. Igen, én csináltam egy Ctrl-X-et, tehát az kivágja, és ide beteszem. Jó? Oké, köszi. Jól vagytok, gyerekek? Bírjátok meg? Bírjátok? Oké. Tehát egy fantasztikus idő vagyunk, tényleg bibliai időben vagyunk, csak
Látjátok, ez egy kicsit egy mélyebb érzelmi intelligenciát és egy mélyebb, hogy mondjam, tudást igényel. De mindenkiben megvan ez a képesség. Mi a helyzet a testvérekkel? Testvérek közötti kapcsolat, karma. Vagy kíváncsi, azt mondhatod, hogy a szüleink mi vagyunk a másik idősíkon, mi a helyzet a testvérek? Ezt már megválaszoltam régebben a videóban, nem tudom, hogy lehet, hogy belső körbe. Testvérem gyerekként fejsérülés szenvedett. Ez rányult a béget a családi dinamikára. Oké. Okay. A testvéreinkkel is vannak lélekszerződések. Ugye legtöbb testvérünk, ha olvasod így a Bibliát, akkor igazán nekünk tükröt tart. Vannak olyan testvérek, akik NPC-k. És ha megtudod az ego működését, azaz az antikrisztusi mátrixnak a működését, akkor, amikor fejsérülés szenved valaki, ez azért van, mert, mondok egy pár okot, mondj igazat, és betörik a fejed. Oké, okay, fejsérülés. Tehát itt a hiedelem. Nem szabad igazat mondani. Tehát akkor ő ebben az ego programban nem mer, vagy nem akar igazságot, vagy igazságot elfogadni. Fejsérülés ugyanakkor okozza a gyógyulatlan szívünk. A felsérülést ugyanakkor vagy okozza a gyógyulatlan ár vagy érmek árnyunk, ahol nem szabad bemenni, szintén kezdetbe, mert nagyon-nagyon mély. Azok az elengedetlen veszteségi traumákban van. Amikor az ember nem tudja, és nincs tudatossága, hogy mi folyik itt, több ezer dolog folyik itt, párhuzamosan rányom a bélyegét a családi dinamikára, és elkezd öntudatból majdnem, hogy narcisztikusan viselkedni. Mit keres itt az ember? Figyelmet. Minden betegség mögött ott a figyelem hiány. Még mit keres? Oké? Okay? És mi hiányzik neki? És az a baj, hogy eddig a családok nem úgy működtek, hogy tudták a tudatosságot, és azt mondják, hogy figyelj, most tudod, megütötted a buksit, semmi gond, de ez azért van, mert a szíved össze van törve, ez azért van, mert traumatizált vagy, ez azért van, mert te próbálsz minket érzelmileg zsarolni, ez azért, bum, bum, bum. Olyan sok bűntudata volt eddig az embernek, hogy mindig próbált adaptálódni, elfogadni másodrangú viselkedés mintákat. Próbáltunk idomulni a sátáni programozásokhoz, mert nem tudtuk, hogy azok azok. Ahogy tisztítjuk az elmét, annál inkább azt mondjuk, hogy ez a minta, ez arról szól kis szívem, hogy te zsarolsz, hogy te cserbenhagyás traumájától szenvedsz, és ezt takaríts ki a buksiból. Mert nem vagyok hajlandó se a csicskád lenni, se pedig a rabszolgád. Ébresztő, Gáspár. Oké? Okay? És ez a dolgunk, hogy kitakarítani a saját világunkat, és azt mondani, hogy figyelj, én is voltam ott, nem erről van szó, de ha ezt csinálod, erőt adsz a további rossz programozásoknak, és tönkre tesszük egymást. Oksi? Nem, hogy nagyon tisztelek benneteket, hogy így el tudjátok viselni ezt a stílust, de engem megkértek fentről, hogy most kapcsoljunk hatodikba, vagy nyolcadikba, mert nem lehet a régi a lábújhelyen járást folytatni tovább. De higgyétek el, hogyha tényleg ezt átérzitek, és ez szerint, vagy ezen a szinten oldotok, nagyon jól lesztek. Érzelmileg, egészségileg, minden elkezd működni az életben. Amíg nem tudjuk ezeket az alsóbb cirkuszos rétegeket, addig a világ olyan kezelhetetlennek fog tűnni. Azért mondom nektek a magasabb igazságokat, hogy tudjátok, hogy ezt oldani kell, mert ez egy rossz minta. Oké, okay, Adrien. Rengeteg szerzek furcsa rossz. Ó, ez már volt. Akkor ezt megválaszoltam. Éva. Nagy technikát alkalmaztam, kurzus átakatnak, fantasztikus így, ó, de drága vagy, köszönöm szépen. És majd nézd meg, mikor visszamész, ott van Máriával egy oldás, egy interjú, jövő hét elején már benn lesz még egy oldás Máriával, aki szó szerint felajánlotta nekem, hogy szeretné ezt megosztani a világgal. Tehát fantasztikus. Még mindig próbálom ezeket az üléseket úgy kezelni, hogy az embernek megadni azt a jogot, a privátságot, ami ehhez szükséges, de ő mondta, hogy kérem a világ és az emberiség nevében. Nézd meg azt az eszméletlenül mély oldás, nagyon jó oldás, te is tudod csinálni, ismételni, én mondok.
Katalin, elhangzott egy mondat, nem pontosan idézni talán lényeg, hogy a manipuláció cserbehagyáshoz vezet. Igen, természetesen, ez benn van a Visnád szorongásban is, jött a Master Yourself kurzusban is. Nem mondom miért. A manipulációs minták néha láthatóak, néha nem. Mindenki manipulált eddig. Jó, ezt ti is tudjátok, nem ez a gond. Az egy túlélési stratégia. Mikor valaki tetszik, manipuláljuk. Gyere, becsaljuk fel a bélyeggyűjtemény. Ha valaki fél, akkor manipulálunk, mert nem akarjuk kihúzni a gyufát. Sokszor, amikor úgy érzik, hogy erő, nincs erő fölényünk, akkor manipulálunk, hogy az a támadó ne támadjon, hanem próbáljuk a magunk biztonságát fenntartani. Minden, ami bennünk feloldatlan, konfliktus, az azért konfliktus csak, mert mi nem mondtuk el annak a másiknak a magasabb igazságot. Érezzetek rá. Ez a nagy technika. Aki minket idegesít, irítál, bosszant, neheztelünk rá, afelé mi tartozunk magyarázattal, idézőjelbe gyógyulással, ugyanakkor megoldás ajánlattal. Erre van a nagy technika. Érzitek, hogy miről beszélek? Itt van ez egy kapcsolat, a párunk. Mi vagyunk, ahogy vagyunk. Ő viszont az agya ledobta a láncot. A legtöbb ember a fizikai síkon megy, oké, gyere drágám, megölellek. Az is egy nagyon jó technika. De nem adtuk át neki azt, hogy neki mi hiányzik, és hogy hogy tud kiszállni ebből a mintából. Cserben hagytuk azt a másikat. Ezt az ego soha nem fogja neked elmondani. Én elmondom. A lélek szerződésben megígértük nekik, hogy segítünk nekik. Cserben hagytuk eddig. Mert mondom, ami késik, nem múlik. Add át, tudod, csináld a nagy technikát. Viszont, amikor ezt az ember nem tudja, akkor erőharcba kezd a másikkal. Az erőharcok mindig manipulációról árulkodnak. Akkor én most leredukálom magam, akkor én most nem mondom ki az igazat, akkor én most elmegyek innen, elkezdjük a másikat érzelmileg zsarolni. Ez manipuláció. Az eredeti cserbenhagyást senki nem oldotta fel. Na ez mennyire durva. Jó? Így kell gondolkodni. Így kell gondolkodni. És ahogy tudjátok, hát nem azért vagytok itt, hogy a tipikus mindennapos hablacsot halljátok, hanem megoldás. Komoly, profi, mélyre szántó, életre szóló, gyógyító megoldásokat. Jó? Erről szól. Az ember egy eszméletlen manipulatív lény. Nekünk a mentoring mondták már 2016-ban, a legbecstelenebb, gerinctelenebb, manipulatív, aljasabb lény az omniverzumban. Omni, nem uni, omniverzum. Ha tudnátok, hogy az ítik mit gondolnak rólunk, akkor mindenki elkezdene inni hevesen. Azért kell a buksit kitakarítani, mert ezek az aljas programok az elmébe vannak, ez a sátáni programozás, és ha erre rálátunk, bátran, verszágesz, figyelj, elég volt, nem kell. Megvolt a maga szükségessége, megvolt a maga lendülete, elég volt. És nemet mondunk rá, elengedjük a mintát, és ezáltal a külvilág átidomul az új énünkhöz. Jó? Dániel. Igen, köszönöm szépen, hogy be is írtátok. Igen, ott van a magyar weboldalom, a visszlátszorongás kurzusban. Minden videóm alatt, publikus videómat ott van a szentesrobert.hu, ez a magyar weboldalom, nekem van egy amerikai weboldalom, és az pedig a robertszentes.com, de itt ezen a linken meg tudod tekinteni. Eszméletlen, szia Angéla, ismerlek. Eszméletlen türelmetlen vagyok, ha nem úgy mennek a dolgaim, akkor jön az agresszivitás. Ezt hogyan tudom elhagyni? Oké. Okay. A türelmetlenség az egy DNS árnyunk. Ez azt jelenti, hogy nagyon mélyen van.
A türelmetlenségnek két kompenzációs mintája van. Az egyik, hogy toljuk, toljuk, tolakodunk. Ez nem rossz, csak ez integrálatlan. Ez azt jelenti, hogy próbálunk az élet felé törni, törekedni. Ez is olyan, mint mikor elültetünk egy magot, a növény tolja a földet ki, és próbál a nap felé menni. Ez jó. Egy probléma van, ez bennünk felhoz olyan érzést, hogy bántó, rossz érzést, tehát nem tudunk megmaradni ebben a semlegességben. A türelmetlenség másik oldala, az pedig a pesszimizmus. Hányan tudtok erre? Ez hányak ismerős? Oké. Ez pedig a halál felé vezető út. Ezt az ego szereti nagyon meglovagolni. De hát minek csinálja? Hát úgy sem működik semmi. Eddig sem működött. Nézd, mennyi panasz van a világ. Hát adjuk már, ez nem. És ez a pessimista, rossz, egy millió éves minta, ez azt jelenti, hogy az ember lemondott az életről. Angél azt tud csinálni, hogy a nagy technikán belül magaddal szembeállsz, és megnézed, neked mi hiányzik. Türelem. Egy nagyon mély pszichológiának a megértése. Vissza integrálni magadban az élet elutasítását. Tehát hiányzik belőled az élet felé a vágy és a gyönyör. Hiányzik a halál struktúrájának az elengedése. Hiányzik neked a mások és magadnak a megbocsájtása. Ismerlek azért, mert nem így belemondom, jó, tehát tudod, hogy ezt szeretettel csinálom. Hiányzik neked a magadhoz való gyengédség és türelem. Hiányzik a te élet célod bevállalása. Az vagyunk türelmetlen, mert úgy érzük, hogy haldoklunk. De ez csak akkor van, ha még az ego futtatja a világot. Hiányzik az a típusú alázat, miszerint az egónk nem harcol a teremtéssel, hanem átadja magát alázattal. Az is hiányzik. Ez az első lépés. Másik lépés a nagy technikában, hogy felidézed magad, szembeállsz magad, és azt mondod, hogy kedves Angéla, köszönöm, ezt csinálj, hogy csoportos lesz az oldást, jó? Tehát idézz fel magad, holografikusan. Köszönöm, hogy ezt a mintát megmutattad nekem. Köszönöm, hogy rávezettél, hogy bemutattad. Ezzel rájöttem, hogy milyen mély az ember, és hogy mennyire értékesek vagyunk. Rájöttem, hogy az én türelmetlenségem, vagy a te türelmetlenséged igazándiból egy élet felé törekvést szimbolizál. Ezt én nem tudtam, mert olyan furcsa érzésekkel járt. Azt is tudom viszont, hogy mikor ez az élet felé való törekvés kudarcot vallott, sokszor pessimistaként viselkedtem. Úgy éreztem, hogy lemondtam az életről. Úgy éreztem, hogy nehéz az élet. Furcsa az élet. De most szeretném, hogy tudd azt, hogy ezek mind nagyon fontos megtapasztalások. Ne utasítsd el semmelyiket sem. Fogadd el őket. És ahogy gyarapodsz ezzel az új logikai rálátással, el tudsz engedni
egy másik küzdelmi vagy küzdő réteget is. Tudd azt, hogy én nagyon szeretlek és felnézek rád. Tudd azt, hogy én tisztelek és becsüllek. Azt is szeretném mondani, hogy te méltó vagy a jó életre. Méltó vagy az Isten szeretetére. És én megbocsájtok neked. Kérlek, te is bocsáss meg nekem. Ártatlan vagy. És nagyon szeretlek. Okay. Érzitek a megkönnyebbülést? Egy picit, mert több ezer réteg van, elkezdtünk újra táplálni életet belétek. úgy kezdünk, tudod, az ember úgy kezdi visszafogadni az elutasított életellenes részeinket. Nagyon sok van. Ez az ego trükkje. Minden rossz hiedelmünk, konfliktusunk, árnyunk, integráltan árnyunk, az életünk ellen szól, csak ezt mi nem tudtuk. Ilyen durva. Oké. Jó, drága, ezt, ahogy most ezt együtt csináltuk, ezt megválaszoltam. Ayahuasca is wrong, sokan gyógyulnak a neten. NPC, oké, okay, tehát az ayahuascát megválaszoltam. Itt egy nagyon, nem, igen, az megnyitja. Amiben ez segít az ayahuasca, hogy ezt a görcsös félelmünket, ami a mélységbe engedne, az fellazítja. Bele tudunk menni egy olyan transz világba, hogy felfedezünk energiákat, képeket, metaforákat, amit a tudatos ébredt állapotunkban nem tudnánk megtapasztalni. Mi itt a veszély? Az, hogy bemegyünk az asztrálségba, és az asztrálségon van több tízezer entitás, démon, ami elhagyatott, megtagadott részeink. És ha az a sámán, aki ezt az ayahuasca ceremóniát tereli, irányítja, nem képzett itt, akkor az ember fragmentáltan jöhet ki ebből a ceremóniából. Tehát magyarul nem az ayahuasca a veszélyes, nem a ceremónia veszélyes, hanem a sámán képzettsége és annak az igazi mély ismeret az a fontos. Az a veszélyes, a nincs tudás. Okay? Érthető volt ez így? Tehát én is mondom, mikor a kvantumpszichológiába elmegyünk, így az ember nem tudja, mert nem tudja, mit nem tudunk. De amikor lemegyünk az óceán mélyére, és azt mondjuk, hogy Atya Isten, nem tudom, ennyi cet van itt, ennyi ragadozó van, te jó élet. Akkor tudja meg az ember, hogy oké, okay, akkor kicsit följebb megyek. Ezt a részt még meggyógyítom, elfogadom, hozzászokok ehhez a mélységhez, és utána megyek tovább. Az ayahuasca nagyon nagy mélységeket nyit meg egyszerre. Nem mindenki tudja kezelni. De minden korrigálható, ha tudjuk, hogy mi folyik, vagy mi történik. Jó, tehát ez a lényeg, hogy mindenre van megoldás, csak nagyon kell tudni az óceánnak a rétegeit. Azt látom, Zita, hello, hogy a lánya majdnem ugyanolyan élethelyzetben él, mint amilyenben én is voltam. Tudok rajta segíteni úgy, hogy magam megnyíljam a téves érzelmeket? Itt vagy velünk, Zita, a csetbe, hogyha hagynál egy példát. Mi ez az élethelyzet? Ez egy női megfogalmazás, nincs benne specifikusság. A fiúk szeretik azt a hány milliméteres a csavar? Oké, Zita, ha itt vagy, akkor kérlek, adj mi ez az élethelyzet, amit
te megéltél, és ő, és akkor tudok egy nagyon precíz választ adni. Jó, ha nem vagy itt, akkor általános választ adok. Várok. A férje. Oké. Okay. Mondj még egy-két specifikus. Mi a probléma specifikusan a férjével? Az expert coach ezt hívják chunking down. Jó, we are becoming specific. Tehát minél több részlet áll, elnyomja. Oké. Okay. Akkor Zita, téged is elnyomott a férfi az életedben? Legyen az férj vagy apuka? Meg akar neki felelni, de várjál csak, beteszem ide a megosztott képbe, jó, egy pillanat, közben, várjál csak, itt van, látlak. Oké, okay. Amit neked meg kell gyógyítani, és ez a szülőknek egy nagy hibája, mindig a gyerekeket próbálják gyógyítani, azért van ez az érzés, mert bűntudatunk van, mert úgy érezzük, hogy mi nem tettük meg azt, amit meg kellett volna tenni. Amit itt javaslok neked, hogy nézd meg, hogy téged, mi volt az a férfivel való konfliktus, ami feloldatlan. Legyen ez a férj, bocsánat, általában apuka, felmenőág, ős történetek. Jó? Mondok valamit. Letöltöm neked a választ. Megvan neked a viszlátszorongás kurzus? Mert akkor másképp beszélek hozzád. Zita. Mindegy, ezt meg lehet, akkor nem is kell válaszolnod, mert a legtöbb őtnek megvan. Ez a nőnek egy fegyvere, hogy általánosít. Azért kérdeztem, specifikus, elnyomja, igen, oké, köszi. Ez a férfiúi logika, és nem mindig esik jól. Hogyan bántott téged az a férfi? Hogyan bánt veled? Miket mondod? Specifikus részletek? Na várj, de még ezzel nincs megoldva. Az igazi megoldás, hogy te mi az, amit nem fejeztél ki, ami miatt bűntudatod van, mert nem álltál ki magadért, mert nem volt erőd, mert erőhiányba voltál, de lehet, nem biztos, de lehet, hogy te az elméden belül ugyanúgy kinyírtad apukádat, meg az exedet, amitől most az ego hárít, és bemeséltet veled olyan sztórikat, hogy te rossz irányba keresel, vagy kutatsz. Jó? Azért mondom, hogy mindig az reverzát, az invertáltságot is meg kell vizsgálni, hogy gyógyulni akar az ember. Jó? Te hogyan bánt ő veled, és akkor a te elnyomod, áldozati részedben mi az, ami kifejezésre kell, hogy juttas? Erre jó nagy technika. Elmondod neki, hogy te engem elnyomtál, úgy viselkedtél velem, mint egy, és még mint egy. Ezt ki kell mondani. És nem szabad szűrni. Tudod, a nőknek azt is így beletették, hogy megtanítod, hogy lábújhegyen kell járni. Mondd ki! Ha egy paraszt voltak, mondják, hogy paraszt voltál. És még van sokkal durvább. Mondd ki! Neki a nagy technikával nem tudsz ártani, mert ez el van nyomva. Jó? És utána a nagy technika következő lépésében neki felkérdez, hogy neki mi hiányzott. Személyes ereje, férfi erő, a férfinek a nő irányába való szeretet. Miért? Mert a férfinek össze volt törve a szíve. De miért volt összetörve a férfi szíve? Azért, mert a nő elutasította a férfit évezredeken át. Aha. Hát azt mondom, hogy nincsenek ártatlanok, meg tudod, ezek bűnösök, meg ártatlanok, mert mindenki volt már minden. És ha ezeket a polaritásokat kimondjuk, átérezzük, és akkor el tudjuk engedni őket. És utána megnézed, hogy neked mi hiányzott. Bármi, ami neked hiányzott, ez egy nagyon fontos dolog, azok átmennek egy olyan kategóriába, amit úgy hívjuk, hogy igények. Nekem szükségletek. Nekem fontos, hogy te szeress. Fontos, hogy figyelj rám. Fontos, hogy ismerj el. Fontos ez. És még is az, hogy fejezzétek mindezt ki, mi fontos nektek, amit másoktól meg szeretnétek kapni.
adok egy kis időt. Még mi fontos? Még mit szeretnétek megkapni másoktól? Szülők? Az a lényeg, hogy ezek el lettek utasítva a múltban általában az őseink által. Azért hiányzik. Látjátok? Mikor becirkuszoltunk, hát ez nekem nem tetszik így, menjen akkor oda, hova való. Ez jutott nekünk osztályrészül. És ezek az elutasítások vezettek hiányhoz és a hiány gondolkodáshoz. Azt tudjuk csinálni, hogy csináljunk egy gyors oldást erre, jó? Ez nem fog mindent megoldani, de beindít. Kérem a Teremtőt, hogy segítsen az őseink által elutasított fontos erőforrásokat megjeleníteni az életünkben. Kérem a Teremtőt, segítsen nekünk ezekkel az erőforrásokkal intelligensen gazdálkodni. És kérem a Teremtőt, hogy segítsen nekünk magas tudatossággal, békével, jó szívvel létezni és gyarapodni. Köszönöm. Jó? És az fog történni ezzel, hogy ez a rengeteg dolog, ami amúgy fontos, tényleg fontos, mert kell a szeretet, mert kell ez az erőforrás, mert kell az erő, meg kell, minden kell, egy baj van, hogy a mi elménken belül ezekre valaki a múltban nemet mondott. Amikor mi azt mondjuk, hogy ez nekem nem kell, mert fáj. Nekem nincs biztonságérzetem, mert ott se volt. Akkor ez nekem nem jár. Ha a szülők nem szerettek minket, vagy nem védtek meg, vagy nem adták meg azt a biztonságot, akkor arról is lemondunk. És azért nagyon kell vigyázni, mert ha felfedezed, hogy mi mindenről mondtunk le, rájössz, hogy az áldozati minták teljesen feleslegesek. Látjátok? Azért vagyunk áldozatok, vagy voltunk, mert nem láttuk, hogy hogy működik a világ. Minden, ami nekünk hiányzik, az vagy mi, vagy az őseink a felmenő ág elutasította. Ezt is szépen vissza lehet invitálni. Ezt csináltuk most. Gyere vissza. Kinyitom az ajtót, gyere vissza, már nem akarok futni ettől a világtól. Nem akarok futni a múlttól. Jelenj meg előttem. Megbeszéljük. Oké. Okay. Még van egy pár kérdés, és utána akkor... Oké, Zita, látom, köszönöm szépen, láttam. Orsi, Horváth Orsi, gondolom, ugye? Alkoholizmusok kapcsolatban tudnám mondani pár mondatot. Gondolom, traumák sokasságának elfedése. Van a mód arra, hogy ezt mint entitást megrakodjuk és kioldjuk? Igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon mély téma. Megmondok egy-két én alap dolgot, és ez mindenkire, én is csontól kezd voltam, amikor Magyarországon éltem. A szüleim is ittak, én is ittam, persze 18-19 évesen, ugye, amikor ben voltam a seregben, akkor még volt kötelező katonai szolgálat, a pálinkát úgy ittam, mint a vizet. Jól voltam, de nem voltam jó. És igazán a pszichológiája az alkoholizmusnak az az, hogy a múltban ez egy őstörténet, ezt is látjátok. Megszégyenítettek minket a kreativitásunkkal szemben, megszégyenítették a mi kreatív részünket. Ez ismerős? Szia, Mária! Oké, ő a Mária, ötven. Nagyon köszönöm. Mondj egy szót, kérlek, hogy jelen meg a képernyőn. Nem tudom, hogy sikerül-e. Na mindegy, ha nem sikerül, az is jó. Csak a... Jó, nem sikerült, semmi baj. Ő aki a
megenged, hogy betegyük a közös oldásunkat a viszlátszorongásba, és most vasárnap is beteszünk még egyet. Nagyon sokat fog segíteni mindenkinek. Vissza az alkoholizmushoz. Az alkoholizmust nagyon sok síkon fut. Volt ez a régi megszégyenítési trauma, ez nem tudom mikor volt, kinek mikor, évezredekkel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt, ezt rátok bízom. Maga az idő nem fontos. Mikor kreatívak akartunk lenni, valamit akartunk csinálni, vagy festeni, vagy zenézni, vagy valami, kigúnyoltak minket. Volt ilyen veletek? Történt ilyen, hogy majdnem, hogy kinevettek, hogy te kis hülye, hát ebben nem lehet megélni, amit akar, hát hülye vagy, normál, és erről szól. Én is például szerettem volna hegedülni. Ugye ezt talán hallottátok. Csak anyám mondta, hogy te nem fogsz hegedülni, mert az én fiam nem lesz cigány. Bum. Azóta hiányzik nekem a zene. Tehát azóta én egy ilyen majdnem kompenzációs mintába élek, annak meg kellett történni, mert a teremtő, ahogy viszi a logikát az életünkbe, tehát annak ott kell lenni. Csak mondom, hogy rengeteg ilyen van. Te ne fessél, abból nem lehet megélni. Te ne csináld ezt meg azt, én is az életem mérnök, mert abból meg lehet élni. Tehát ez a kreativitásunk, ez a szívünkben lévő, ez a kreativitás, ez le lett tarolva. Ezt vissza kell hozni, meg kell gyógyítani, erre jó nagy technika. A másik, amikor a mi kreativitásunkat megszégyenítik, szerinted hogy viselkedik utána az ember? Általában két irány van. Hogy viselkedik az ember, mikor meg tiltják neki, hogy maga lehessen? Én a chatbe írjátok be, kérlek. Lázod, nagyon jó, magába fordul, csak azért is armány, nagyon jó, rejtőzködik, így van, elzárkozik, pontosan, nagyon jó. Na most, emlékeztek, hogy én mondtam mindig, hogy nem lenne semmi bajunk, ha nem örjöngenénk. Nem rossz, hogy örjöngünk, mert az cselekvésre késztet. A baj, hogy nem engedjük el az örjöngést. Oké? Okay? És olyan szinten le lesznek ezek az örjöngések fedve, és itt a titok, az örjöngések szeparációhoz vezetnek. Amikor szeparációba vagyunk, van egy láthatatlan, sokszor passzív-agresszív örjöngő énünk, és az ego ezt kihasznál, és elkezd görcsösen kapaszkodni a problémába. Ismerős? De hát nekem anyám azt mondta, hogy oké, ez a görcsös kapaszkodás, azért kell oldani. Lehet, hogy azt mondta, és tudod mit, igazad is volt. Tényleg igazad volt. De ha ezt az energiát nem oldjuk fel, abban az energetikában maradunk, és a rabszolgájába válunk ennek az energián. És ez történik az alkoholizmussal. Örjöng, maga akar lenni, de ő átment egy kompenzációs mintába. Ez nem jó. Nem lehetünk nem magunk, ez most kvantumosan hangzik, nem tudunk nem magunk lenni sokáig. Picit igen. És azt mondod, hogy ez nem én vagyok. Én azt szeretnék lenni, ezt szeretném csinálni, én így szeretnék élni, én ezt szeretném kifejezni. És amíg ezek rajtunk kívül vannak, és nem vagyunk mi a megtestesítői, addig örjöngünk. Az alkoholizmus arról szól, hogy a művészi, tehetséges, igazi, kreatív énünket elutasítottuk, mert másra hallgattunk. Oké, e van még egy más aspektusa. A másik aspektusa az, hogy pluszba, ez egy plusz sztori, a gyermek valahol évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt megszokott az anya és a mellből átadott tápláló kapcsolatból. Amikor az ember, az alkoholista az ajkához érinti az üveget, a poharat, bármi, ami alkohol, ez az a csecsemő
és az anya keblét, melbimbóját megérintő csecsemő száját szimbolizálja. Ez honnan jön? Ki tudja? Ősidők. Tehát van ez a megszakadás, ez is egy szeparáció, és akkor van egy másik szeparáció, két párhuzamos történet folyik, ahol, amit említettem, hogy a kreatív énünk is el lett tagadva, az is szeparált. És azért iszunk, mert annyira ez a trauma, a mi megszakadásunk, a mi életcélunktól, a mi egyediségünktől, a mi igazi énünktől annyira dühít, hogy nem tudjuk, hogy kell ezt visszaintegrálni, és inkább iszunk, hogy csillapítsuk a fájdalmunkat. Jó. Tehát ez a két főág. A gyermek és az anya közötti szeparáció és az kreativitásunktól szeparáció, ami egy megszégyenítési traumából ered. És az alkoholista művészek, hát ők még integrálatlan művészek. Nem, Pére, mondok valamit. Semmi nem rossz, ha tudunk abból tanulni, és hajlandók vagyunk korrigálni. Én is ittam minden gödény. Én is, csoda, hogy élek. Azt hiszem mindjegyikünk. Beszóltunk, lekokíztuk, tudod, tök mit csinálunk minden, nem ez a lényeg. Hajlandóak vagyunk-e változtatni? És megmondom miért. Az a művész, aki alkoholista, az nem szereti magát. Az magát értéktelennek véli. Érzitek, hogy milyen erős ez a kifejezés? Ahogy növekszik az értékünk, a méltóságunk és a méltányosságunk az önmunkán keresztül, egyre kevesebbet kell drogokhoz folyamodnunk, egyre kevesebbet kell kompenzálnunk, bántani magunkat, és egyre inkább úgy meg tudunk jelenni, hogy nincs szükségem víz és kaján és alváson és egy pár jó baráton kívül semmire, mert ott teremtővel kapcsolódok, jól vagyok, és szeretném ezt megosztani veletek, és nem kell önpusztító mintákat vinni tovább. Érzitek, milyen súlya van ennek? Látom az arcokat, hogy te jó élet. És tényleg ezt szívből mondom, ezt én tudom. Én is. Olyanokat csináltam, hogy tényleg nagyon szeretnek engem fenni, mert így kinyírtam volna magam. Jó, nem ez a gond. Az a gond, hogy rá tudunk-e látni ezekre a mintákra, és minden mintában van egy nagyon fontos törzsfejlődési üzenet. Ha nem megyünk át surlódásokon, ha nem megyünk át ezeken a mintákon, egy, nem tudjuk, hogy létezik, és nem tudunk mögé látni, nem tudjuk úgy integrálni, mert a mögött, a fal mögött van a mi egyedi ajándékunk. Ott vagyunk mi. Ott az igazi énünk. Oké, nagyon igaz. Jó. Van még egy pár kérdés, aztán akkor szépen el. Jó, ez az alkoholizmus, a fő bázis, akkor még van egy olyan is, hogy arra visszateszem ezt. Meg kell gyógyítani akkor ezeket a traumákat, ezeket a mentális elutasításokat, és el kell kezdeni olyan életet élni, hogy az ember a kreativitásának teret adhasson. Ez bármi lehet, ami a szívből jön. Kedvesem, Uri is, én nem tudtam, pedig már jó sok ideje, vagy már 14 éve együtt élünk szinte, hogy eszmélyen jól fest. Festett egy olyan lovat, hogy én majd lepadoztam, dobtam hátra, de te nem tud, annyira ügyes, és ez bennetek is ott van. Én nem tudok festeni. Én még rajzolom, és egy pálcik embertől én egy pálcig embert is félre rajzolok. Én máshoz értek. De nekem a művészetem az valószínűleg az előadásom, az én beszédképességem, a Merkur nekem ott van még a csartámban. Neked is ott van ez az egyedi, művészi, kreatív lényed, és hogyha azt visszaintegrálod, akkor leszel boldog. Oké? Okay? Ildikó. De drága vagy.
Nagyon hálás vagyok, hogy emlékeztetsz arra a tudásra, ami bennünk van, volt és elfejthető. Pontosan. Azért redukáltak minket le, hogy tapasztaljuk meg a sátáni, az antikrisztus programozásait, és jöjjünk arra rá, hogy ez is a mindenség része, viszont ezt magunkon keresztül el tudjuk engedni, és ezzel tudunk az új földre menni. Amíg mi futunk a nem kívánatostól, addig mi megfutamodunk az igazságtól. Amíg mi magunkban nem oldjuk fel azt, ami nem tetszik, és mindenkinek egy picit más, addig nem vállaltuk be az élet célunkat. Amíg mi a nem tetsző dolgoknak nem mondunk nemet, addig mi nem erőnkben vagyunk, hanem erőtlenségünkben vagyunk. És ezt kérik föntről. Ezt mondtam az egyik videómban, hogy mondjál nemet. Marad egyszerű. Nem tűnik egyszerű, amikor az ember még, tudod, ilyen kompromisszumos állapotban van, de mondj nemet, próbáld meg. Nem támadóak, hanem figyelj. Megmondom másik, most mondok valamit, még egy soha nem csináltam, lehet, hogy ketté áll a füled, de próbáljuk meg. Nem. Nem. És akkor azt mondja, ez nem esett jó. Na jó, akkor köszi, ezt is megpróbáltuk. De meg kell tanulni nemet mondani. Ha nem tetszik valami, az nem azt jelenti, hogy örök nem, mert lehet, hogy előbb van egy másik verzió, ami jobban működik, de nem lehet igent mondani bántásokra, rossz mintákra, olyan felgyógyulatlan dolgokra, ami amúgy minket nem szolgál. Jó? És ezek amikor a nagy technikát terveztem, a kimondatlan dolgaink azok, amire nem mondtunk nemet. Ez innen mi hiányzik? Bátorság, szókimondás hiányzik. Még mi hiányzik? És akkor tudod, jönnek ezek a finomságok. Ezeket, ha megnevezed, akár hiszed, akár nem, biztos, hogy tudjátok, a bátorságunk, az erőnk visszatér. És ez nem azt jelenti, hogy ezt bántóan kell használni, hanem hogy mi legyünk azok, hogy oké, szép volt, jó volt, elég volt, köszi szépen én itt, tudod, vagy kiszállok, vagy pedig változtatok a szituációt. Ez hiányzott. Ebből jött a sok áldozati minta, minden áldozat, örjöngés, lázat, minden lázadás egy Isten ellenesség, csak ez nem evidens. Mert az ember azt hiszi, hogy a másik ember ellen lázad, de maga ellen lázad, a maga ereje által lázad, a maga igazsága ellen lázad, és emiatt az Isten ellen lázad. Minden Isten egy lázadás hova vezet? Oda, ahol most a külvilágban. Emlékeztek? Egy párra ledobták, ledobta a láncot, mikor Marcsival meg Szonyával csináltam az interjút, hogy az az istenellenes programozás bennünk, ez a sátáni programoknak a nagyon precíz megjelenése. Hogy lehet ezt oldani? Tudsz róla, és magadon keresztül elkezd azt mondani, hogy nem, ez nekem nem kell. Köszönöm. És oldod azokat a rezgéseket, amik a magasabb igazsággal diszonánsak, és nem odavalók. Szilvia. Már majdnem végeztünk, azt hiszem, hogy pár van csak, jó? Szilvia kérdezi, mondanál a véleményt az ikerlán kapcsolódásról, úgy átvitt kemó kezelés, mint hogy egyszerűen náthá mente volna keresztül. Érdekes. Köszönöm. Valószínű, hogy a te kérdésedet válaszoltam meg. Oké, tehát az ikerlán az nem az én szakterületem. Általában az történik, hogy oké, tehát volt itt egy kémó kezelés. Jó, két választ adok. Az ikerláng az a mi magasabb énünk, csak ezt nem mondta el senki. Azért küldték, hogy mi a szexuális és az úgynevezett vonzalom energiánkat tanuljuk meg kezelni. Olyan erős érzésekkel jár, hogy az ember majdnem belebolondul. Ezt ő szerelemnek, szeretetnek fordítja, de ez igazán ez egy törzsfejlődési lépés. Olyan szeretet hiányba léteztünk eddig. Nem tudja az ember mi az, hogy szeretet. A szeretetet ugye három dologhoz rendelte hozzá az ember, a humán 1.0-ás. Szex, pénz és romantika.
És mi van akkor, hogyha ez mind nem igaz? Nem kihívni akarom, csak egy kicsit lazítani a definíciókat. Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem igaz. Amúgy nem igaz. Sokkal többről szól. És az történik, hogy ezek az ikerlángok bejönnek, hogy egy magasabb törzsfejlődési szintre el tudjunk jutni, egy magasabb tudatossági szintre el tudjunk jutni, viszont ti is ismeritek az embert, magatokat, egymást. Általában addig nem lépünk, amíg valami nagyon nem fáj. Ez az ikerlángos dolog, ez olyan brutális, hogyha erre nem lép valaki, akkor az nem él. Tehát muszáj lépni, és muszáj keresni a kiutat, és muszáj valamire ráébredni. Amit a Matrixban nagyon jól csináltok, az antikrisztus világában, antihumán, antitörzsfejlődés, antigyógyulás, ez erről szól. Nagyon jól csináltak, hogy most elfelejtettem, kár, pedig olyan jó gondolat volt. Mindig vissza fog jönni. Jó, hogy arra beszéltem, hogy az ember addig nem lép, amíg nincs, nem, valami nagyon nem fáj. Igen, ez fölkerül majd a YouTube-ra. Jó, elnézést, ez pedig nagyon jó gondolat, ha beugrik, megosztom, csak az a lényeg, hogy amíg az ember tényleg nincs egy olyan értékelés és önértékelési mezőben, addig csak a fájdalomra figyel fel. Ez ismerős? Én is ezt csináltam. Az univerzum azt mondta, hogy piá, üljél már le, álljál már le, mit csinálsz? Hát intelligens rász vagy, de olyan kokét kaptam, hogy a seggemre leültem. Ez volt a stroke. És ez nem azért volt. Először, jaj, szegény én, csúnya univerzum, jaj, mi folyik itt? Hát az folyik itt, hogy nekünk van egy életcím, nekünk van egy megoldani való, nekünk van egy teljesen másabb szintű, egy magasabb szintű küldetésünk és feladat. A másik kérdés itt, ami van, és ez is nagyon fontos, kemó kezelésen átvitt. Ennek örülök. Ennek örülök. De miért kell kemoterápia? Miért van rák? Miért alakul ki a betegség? Szerintetek? Írjatok be a chatbe kicsit. Miért vagyunk betegek? Hello. Igen, feloldatlan érzelmi trauma, lázadás. Nagyon jó, igen. Lelki betegségek, áldozati szerep. Nagyon jó, igen. Szeretet, hiány, lázadás. Nagyon jó, igen. Menekülés, az is nagyon jó, mert a léleknek fáj, elutasítjuk az erőnket. Nagyon jó, ego öröngés, szuper. Oké. Azért vagyunk betegek, ahogy ti is mondtátok, mert örjöngünk, ebből egy pár réteg evidens, jó pár réteg nem. Mondtam ezt többször, hogy a traumákból eredő ez a kinyírlak, ismerős, kitekerem a nyakam, mit ki... És tényleg kitekerjük a nyakát. Kinyírjuk a másikat, ebből volt több ezer, nem ez a gond. És mindenki kinyírt mindenki. Ezt meg kell gyógyítani. A mi gyilkosságaink, ez persze csak az elmébe van, ez ránk támad, és elkezd az immunrendszerünket és minket gyilkolni. Nem az a baj, hogy van valami, ami megjelenik, hanem az, hogy az immunrendszerünk le van gyengülve az öntámadásaink miatt. Hogyan támadunk magunkra? Nagyon kreatívan. Én kis, én hülye, én tudod, hát már tanár is azt mondta, hogy és olyan sok tízezer síkon futnak ezek az öntámadások, hogy nem is tudjuk, hogy amíg ezt mi nem korrigáljuk, semlegesítjük, és elkezdjük magunkat szeretni, addig marad az eredeti öntámadás. Az önszeretet,
ez a kérdés lett volna, ma azt jelenti, hogy kitakarítjuk a buksit. Elengedjük azokat az árnyainkat, amiket mi másba látunk, viszont magunkba meg nem szeretjük. Azokat a hiedelmeinket semlegesítjük, amivel úgy érezzük, hogy mi nem vagyunk a teremtés része. Hogy mi nem vagyunk szerethetőek, hogy mi nem tudunk megbízni ebben, az igazán a mi sebünk, az azért van, mert az ego kicsavart, és azt mondta, hogy a teremtő nem tudja, mit csinál, és nem bízhatsz meg benne. Milyen durva. Az egyik belső eladásban, az Expert Coachban mondtam, hogy ha tényleg lábra akarunk állni, akkor úgy kell ránézni az eredmény Agatha Christie regény. Itt egy kis gyilkosság, ott egy kis darab. Tudod, csak olyan érdekes módon össze van rakva az egész, és hogyha ettől nem rettenünk meg, akkor át tudjuk látni ezt a logikát, és azt, hogy eszméletlenül gyógyulok. Tök jó. Tehát a kémó az általában, ugye, általában a rákosodása van. Mi a rákosodás? A felhalmozott, elengedetlen támadásunk az Isten elé, felé, bocsánat, az Isten ellen. Érzitek, milyen erős ez a kifejezés? Ezt mi nem tudjuk. Ezt a kvantumba tanítom, mert több ezer síkon fut. Bármikor mi támadjuk magunkat, mi támadjuk a teremtés tökéletességét, azaz a teremtőt, az olyan energiát kelt bennünk, hogy az immunrendszerünk gyenge, ha az immunrendszerünk gyenge, akkor meg mi következik abból. Jó? Tehát azért nagyon fontos az önszeretet. Szeresd magad, és ez nem azt jelenti, hogy magadnak megöleled magad, és mindent így megbocsátok magadnak, hanem oldod ezt a sok finom elakadást. Itt van az a gyilkos merénylő énem. Na gyere, üljünk le kávéra. Itt van az a részem, ami eddig elutasította a párkapcsolatot. Gyere, beszéljük meg. Itt van az a részem, ami örjön, emegem ezzel. És akkor így szépen belemegyünk az alvilágunkba, és azt veszed észre, hogy javulsz, gyógyulsz érzelmileg, és az immunrendszer az egész testhez idom. Na, kérdésem akkor ugye hozzád, hogy hol volt a rák, és annak mi a pszichológiája. Jó? És akkor arra kell, ott a trauma. Oké, drága. Köszönöm. Anett. Már majdnem végeztünk, de köszönöm a türelmeteket. Angéla mondhatod, hogy te türelmetlen vagy, remélem azért ez már változik. Én egy totálisan árva gyerek szindrómás vagyok, kérdezi Anett. Már kicsi gyerekkorom óta bennem volt, hogy el kell mennem a családomtól, amint tudtam, meg is valósítottam, menekültem a traumatizált környezetből. Több országban is éltem, viszont sehol nem éreztem jól magam. Ahol most vagyok, ott sem érzem, hogy otthon lennék, bár nem kifejezetten rossz a hely, olyan, mintha nem lenne kapcsolódásom hozzá. Mit tanácsolsz, milyen traumával kell foglalkoznom, hogy megszűnjön, máshol akarok lenni érzés? Vagy itt kellene lennem? Ezt azért érezem, mert Szonyával készült videó, mondtad, hogy a csillagok már ott vannak, ahol lenniük kell. Mennyire számít egyáltalán, hol vagyunk földrajzilag? Köszönöm a válaszot. Oké, az árvegyek, ez egy tő árnyunk. Nagyon mély pszichológia. És ide nem lehet bemenni először. Aki ide belemegy, ezt az ego letámadja. Ide nagyon kemény, spirituális pszichológiai tudás kell. Több száz rétegen fut a dolog, elmondok egy pár alap dolgot. A 14 traumatípusból az egyik legdominánsabb traumák, ami bennünk vannak, a veszteségi traumák. Elveszítettük fizikai síkon ezt, elveszítettük a családot, elveszítettük a gyermekkorunkat, elveszítettük a teremtővel a kapcsolatot, elveszítettük a csatát, az országot, ismerős. Ismerős, ebből több száz. Amíg ezek nincsenek feloldva, ezek traumák. Addig az történik, hogy alul két érzés jön fel bennünk. Nagyon nagy bánat, és nagyon nagy bújtatott dühöngés.
A veszteségek oda is vezetnek, a feloldatlan veszteségek, hogy nem fogunk tudni rizikót vállalni. Nem akarunk már többet veszíteni, nem akarunk több rossz érzés, ez a veszteség, ez a furcsa, de megfoghatatlan érzést többet érezni, nem akarjuk, és inkább lemondunk az életről. Az árva gyerek, ezt nem fogod tudni egyedül kezelni, ez mondom, ez már egy kvantum őrült kacipántos, de elmondok egy-két alapszabály. Elveszítette ugye a gyermekkorát, ez ismerős, ugye? Ez egy hiedelem bennünk. Mi azt hiszük, hogy elveszítettük. De amit mi hiszünk, az szerint teremtünk. Mi azt hiszük, hogy elveszítettük a családunkat. Holott mi vagyunk, akik úgy érezzük, hogy mi egy nyűg vagyunk nekik, és merősz. Mi azt mondjuk, ide se jövök többet, összepakolunk önkéntesen, és elmegyünk a francba. De azért van ez, több oknál fogom, azért van ez, mivel mi úgy érezzük, hogy nyűgök vagyunk, mi próbáljuk a mi bűntudatunkat úgy kompenzálni, hogy a családunkat mentesítjük a mi általunk elképzelt tehertől és terhességtől. Magyar az egész egy önfeláldozó minta. Ugyanakkor van még egy olyan veszteség az árvegyeknek, hogy elveszítettük a mennyországgal és a teremtővel a kapcsolatunkat. Na most ez az antikrisztus világában, ez aztán mindenki igaz volt. Azért kell ezeket a rétegeket szépen átlátni és visszaintegrálni. Na akkor megjelenik az árvegyerek árnya. Jaj, én is árvegyerek. Ennél messzebb nem tudtam volna menni, mert jöttem volna visszafelé. Már majdnem az Atlanti óceánnál vagyok. Nem az Atlanti, a csendes óceánnál, bocsánat. És nem érezzük magunkat elég jól. Ez alatt is megy eszméletem és struktúra. Én nem vagyok elég jó. Jaj, ez sem megy. És éljük ezt a nagyon furcsa, valamilyen szinten dinamikus életet, mert állandóan költözünk. Mehetnékünk van. Nézd csak, Mexikóban ott van egy láva, ott van egy vulkán, nézzük meg. Ah, már itt se jó. Megyünk tovább, Hollandiába. Milyen szép a túléve. Itt se jó. És megyünk, de csak azért. Mert annyira félünk a további veszteségektől. Nem tudunk azokat szembe, és mindig keressük a frissítést, viszont visszük magunkkal a batyut, és a veszteségi traumáink, a szomorúság és a düh az jön velünk. Na akkor azt mondja az univerzum, hogy jó van, eleget szadisztad magad, mondok valamit, ez jön a koki. Állj le! És elkezdünk balesetekbe kerülni, sérüléseink lesznek. Autóbaleset, megvágtam az ujjam a késsel, pedig én már 1000 éve fürdőt csinálom. És ez arra, ez úgy jelenti, hogy mint a megszakítás, hogy az árva gyerek, a bennünk ez a rohanó, loholó, menekülő, önszapuló, önértéket nem látó énünk álljon meg, és gyógyítsuk meg. Tehát minden baleset, sérülés, minden, ami valamilyen szinten egy ilyen idézőbe rossz élmény, az azért van, mert ezek a feloldatlan traumáink és a tő árnyaink integrálatlanok. Az univerzum nem akarja, hogy rohanjunk. Ő szeret minket, csak sajnos fájdalmon keresztül terelnek minket. Most megmondom, hogy mi a jó. Ha én nem lettem volna én brutál árva gyerek, szerintetek megtanultam volna ezt? Az életben. Tudnék segíteni az emberiségnek? Soha. Tehát olyan toló erőt ad még akkor is, ha fáj, hogy kitesz minket oda olyan pozíciókba, olyan földrajzi elhelyezkedésbe, ahol mink a magasabb küldetésünkhez szükség van. Hogy én miért jöttem Amerikába? Azért, mert itt van ez a náci anyahajó. Ezt el kellett foglalni, így utólag jöttem rá. Oké. A másik, itt voltak azok a mesterek, akire nekem szükségem volt. Aki nekem segített kiszállni az én bajaimból, aki nekem tudott úgy
vagy úgy fogta a kezemet, hogy át tudjak menni a gyógyulásomon úgy, hogy tényleg ki tudjak lábalni ebből a nagyon mély sátáni útvesztőből. Tehát az árva gyerek, az kirendel minket egy olyan földrajzi helyre, ahol lennünk kell, és ez a napvillanás íg lesz. Mi leszünk az antenna. A mi gyógyult szívünk lesz az a portál, amire szüksége van az univerzumnak, hogy mi bevilágítsuk az éjszakát. Azért kell gyógyítani, hogy minél több fényt el tudjunk fogadni, és minél több fényt tudjunk sokszorosítani. A fény fizikai értelemben is, és érzelmi értelemben is jelen van. A jelen lesz. Neked mit javallok, drága? Elmondom, mit javallok. Ahogy elmondtam, kezdj el dolgozni a te veszteségéd, a három veszteségem. Tényleg elveszítetted a családodat? Vagy te mondtál le róluk? Mi volt abban jó, a pozitív, hogy ez veled megtörtént? Traumatizáló volt a környezet, az egy az univerzum által és a lélekszerződésebe bevállalt olyan lépés, hogy ne legyél röghöz kötött, ne legyen kifogás az egónak, hogy de hát itt vannak az osztálytársak, nézd, milyen sokan vagyunk. Nem, menjél, lépjél, csináld. A legnagyobb baj az emberiségnek, hogy állandóan maradni akar a régiben. Ahogy te nem érzed jól magad, azért van több országban, mert nem oldottad még fel ezeket a traumákat, és nem integráltad magadban ezt a menekülő, magával nem békében levő éned. Hidd el, én is ebbe voltam. Az Egyesült Államokban élek, most már 1989 óta. Eszméletlen nagy ország. Eszméletlen nagy. Rengeteget vezettem, repültem, utaztam, és már éltem szinte mindenütt. Miért? Mert az árva gyerek próbált békét találni ebben az államban. Az árva gyerek Bostonban volt, ott a feleken befagyott. Akkor mentem éjszaka, akkor a Chicagóba mentem, akkor félig. És hogy mondta az univerzum, a San Diego-ba értem, hogy oké, most leállsz, oké? Menjük a szünetgombot, és leülsz, és mutatok valamit, és ez történt. Hogy ahol vagyunk, ha tényleg érezzük azt, hogy jó helyen vagyunk, vissza kell göngyölíteni a szálakat, és meg kell bocsájtani magunknak, mert tudjuk azt, hogy az univerzum azért tolt, terelt, úgynevezett pusolt minket fájdalmunk keresztül, mert ránk szükség van. Mert missziónk van, mert küldetésünk van. Most ez egy alacsonyabb rétege, tudjátok, ismerlek, jó páratokat ismerem, vagy ismerek, akik külföldön élnek. Nagyon durván megszólják azokat sokan, akik külföldön élnek. Ezen én is átmentem. Mikor megjelentem Magyarországon, vissza nem jöttem vissza, mert én tanítok az Egyesült Államokban is ugyanúgy, és akkor tudod, mondják, hogy jaj, most elhagytad a hazádat, ki vagy, te mit akarsz? Mondom, figyelj, befogod. Erre mondom, befogod. Mit képzelsz magadról? Engem az univerzum terelt, én a bátorságomon keresztül, az ön munkán keresztül jutottam el arra, hogy felfedezem ezt a csodás utat, és nekem lehetőségembe volt nemet mondani erre, de elfogadtam a fenti kérést. És az Antikrisztus világa mindig arról szólt, hogy támadta ez a smucig energia, koki, bányagép, erre mondom, bányagép. Megcirogatom a bányagépet, tudod? És erre van szükség. Mindenkire szükség van, mindenkinek hatalmas tudása és értéke van, ezt nekünk el kell fogadtatni újra. Jó? Oké, drága. Igen, csillagmagok, veszteségi traumával, drága. Azt hiszem, ezt elmagyaráztam. Más akarsz lenni, és akkor itt tud a könyvemben a hiedelmi világot felfedezni, hogy más akarok lenni, mert, és mindent felhozol, minden választ. Abból egy pár vanília válasz is lesz, viszont lesz egy olyan pár válasz, ami tényleg beindítja a változást. Azért, mert nem szeretem magam, azért, mert tanderda, és meglátod, hogy majdnem minden másik válaszodból ott lesz egy eloldatlan trauma. Jó, drága?
Jó, durva dolgok ezek, de milyen érdekes, nem? Látjátok ezt a valamilyen szintű brutális iskoláddal csodát is egyben? Jó. Még három kérdés mostanában. Nagyon köszönöm. Szívesen, nagyon szívesen, szia. Carmelo. Kedves Robi, nagyon hallamiket mondasz. Mostanában minden reggel kapom fentről az instrukciókat, és teljesen egybevág azzal, amit tőled hallottam most. Nagyon jó megerősítésnek érzem, hogy jó az irány és tiszta a csatorna, amit kapok fentről, a fénytől jön. Oké, erre mondok valamit. Köszönöm, de ez tényleg így van. Képzeljétek el, hogy 2011 óta tanítok az Egyesült Államokban. Már előtte csináltam, tehát privát coachingot csináltam, vagy ilyen személyes konzultációkat, de nem szerettem, hogy ilyen gyógyító központban tülök, és akkor tudod, megy a szökők, vagy nem a szökők, hanem ez a kis valami, és csorog a vízen, ez nem én vagyok. Én egy előadó vagyok. Én egy, aki vagyok, az vagyok. Ettől vagyok jó. Na mindegy, elkezdtem tanítani. Rettenetes kívásaim voltak. Nem könnyű előadni. Kiállni először 10 ember elé, utána 100 ember elé, utána 1000 ember elé. Olyan kihívás, hogy ne tudjátok menni. Na mindegy, az a lényeg. Mindig kaptuk fentről az üzeneteket. Ezt csináld, azt csináld. Kifejlesztett egy olyan rendszert, hogy kb. 5-en tudnak erről az egész földön. Ez mivel jár? Megaláztatásokkal, támadásokkal. Ezt is látjátok. Bárki egy kicsit más mer lenni, azt letámadják. Leszmehetem támadást. És tudod, erről talán említettem ezt, hogy beszéltem erről, hogy a Uli a kedvesem, egy cicalány. Tudod, én vagyok a bunkos skorpió csávó, tudod, el lehet azt képzelni, hogy hát, te nagy pofájú, tudod, persze, hogy visszajött. De nem, őt is ugyanúgy támadták. És erre mondtam, a sötétség mindig támadja a fényt. És sokszor a múltban azért mondtunk le erről a csodás énünkről, erről a kereső, kutató énünkről, mert nem akartuk tovább ezt a bántást. Én is ilyen közel voltam, azt már hagyom a francba. Én jól voltam, tehát tényleg én jól voltam, viszont olyan sok parasztal volt dolgom, hogy ebben már nem nincs kedvem ezzel, hogy mondjam, viaskodni. És akkor egyszer csak jött egy kapcsoló, és akkor fentről is, meg a fizikai síkon is beindult a szekér. És ezt azért mondom, nagyon mély dolgokat tanítottak nekünk. Nagyon olyan előre haladott tudást kaptunk. Ezt én hálával mondom. És sokszor kételkedtünk abban, hogy jó út ez. Ez az út. Ezt kell nekem csinálni. Én annyi minden máshoz is értek. Én tudok pénzt keresni, több száz dolog, én jól vagyok. De miért tesznek állandóan vissza ide? Úgy ezt, miért kell ezt csinálni? Ismerős, ugye? És akkor jött egy mentor 2021-ben. És elkezdett úgy beszélni, hogy minden értelmet kap. Amit ő mondott, azt mondta, te jó Isten, ezért. Hát egy szólár, meg egy magasabb tudatossági szintről, ez az út, ez az igazság, csak mi annyira hajtva voltunk, és az intuíciónk meg mágnesesen húzott, hogy nem tudtuk 100%, hogy tényleg ez az út. Tudtuk egy nagy százalékban, hogy ez működik, mert mi nagyon jól kezdtünk lenni, anyagilag is, egészségűleg, és mind a kettőnek nagyon sok egészségügyi kihívása volt. Az is az árva gyereknek, és a balesetek voltak. És az a lényeg, hogy mondom nektek, hogy igen, ez az út. Azért valószínű, jött nekem fent az üzenet, hogy adjam át ezt a szorít, hogy jó úton vagytok. Csak nem logikus, hogy ez a jó út, mert göröngyös. De minél inkább tudod, hogy jó úton vagy, és a belső munka, az elme felszabadítása adja meg neked azt a teremtői védelmet, azt a csodásért, akkor tudod, hogy oké, megyek aludni, békében a szívemben, még akkor is, ha éppen köhögök, vagy hogyha fáj a jobb vállam. Jó, tehát ez a lényeg, gyerekek, hogy nincsenek véletlenek, és eddigi félrefordítások a fájdalom miatt nem se lehet őket engedni. Jó úton vagytok, egy és egy nagyon fontos, a szívetekbe visszatalálni. Bízni a szívben. Nem baj, ha feljön az ego, nem baj, ha feljön a múlt. Azt mondod, igen, oké,
kösz, kösz. De itt mi van? Itt. Mit akarok? Itt ki vagyok én? Aki nem a szívből létezik, innentől kezdve nem tud jót manifestálni. Nem tudom, hogy ez egy szép, hogy lehet ezt jobban mondani, hogy a szívből való teremtés fog csak működni az új földön. Van kedvem ehhez? Szívesen csinálom? Ha ott vannak, akkor azt vagy oldani kell, vagy nem vagyunk igazán azon az úton, amire mi tervezve vagyunk. Oké? Okay. Majdnem befejeztük, gyerekek. Köszönöm a türelmet. Tehát ezt nekünk is mondták, és olyan jó volt, mert tudod, mikor valaki tényleg, hogy ti is profik vagytok abban, amiben profik vagytok, és hogyha azt a külvilág eddig nem ismerte el, akkor olyan kétségek születnek az emberben. A bánat, traumája és elhagyatottság, igen, a veleszületett testi rendes gyermekeknél az anya traumája. A bánat az a veszteségek miatt van. Az elhagyatottsági trauma mindenkiben ott rezeg, az egyik legkomplexebb, ahogy említettem az eladás elején, traumánk. Minden traumából ott van egy pár darab, sokunknak, mi nekem ott volt minden. Tehát az olyan svéd asztal volt, hogy évekig csak izéltem, burkoltam. Jó? Tehát a bánat az a veszteség, a ki nem hevert veszteség, ezt nem lehet gyorsítani, és a bánat abból is jön, az ember nagyon dühös a teremtőre. Oké? Okay? Erre mondtam, az ember nagyon haragszik az Istenre. Ismerős? Látjátok, hogy mennyire bújtatott? Van a bánatnak ugye persze egy nagyon fontos aspektusa, azt nem lehet gyorsítani, ezt hagyni kell, az egy folyamat. Annak van ez az ötlépéses folyamata, viszont minél inkább kitakarítjuk az elmét, elengedjük a veszteségeinket, annál kevésbé leszünk dühösek a világra, annál kevésbé éljük meg ezeket veszteségnek, annál inkább látjuk, hogy ez egy teremtési folyamat. Az ember életében viszont, aki tényleg kitakarítja az elméjét, az örök életet kap. Aki nem takarítja ki az elméjét, az marad a szenvedés mintájában. Mind a kettőt megéltük mindnyájan. Jól mondom? Szenvedtünk eleget. De miért? Mert azt hittük, hogy az a kiút. Mert azt hittük, hogy ez az élet rendje. Az az élet része, de nem kell megrekedni ott. Jó. És van még egy utolsó kérdés, megválaszolom is utána. Igen. Krónikus arcüreggyulladás mi okozza? Tudod mit? Ezt most fejből nem tudom. Ez a sinus, tehát ez az arcüreg gyulladás. Most ne haragudj, nem tudom fejből. Meg kell nézni a szakirodalmakban. Valami konfliktus, de fejből nem tudom. Jó? Oké, gyerekek, köszönöm szépen. Jó hosszúra sikerült, de olyan, amilyen. Ezt gondolom, remélem, hogy jól érezhetek magatokat. Van-e bármi olyan kérdés, amit esetleg egy-két percben még meg tudok válaszolni, vagy tisztázatlan maradt? Egy még van, Robi. Mondja, drága. Egy pillanat, frissítem a... Ide beteszem neked, jó? Van egy kérdés, Ildikó Davis kérdezi, hogy mi ez az NPC? Non-player character, háttérszínész. A Drive-ra. Ja, igen, igen, Horváth Éva. Várj, ezt lekopizom ide. Oké, okay, ez az utolsó, és akkor itt végzünk. Jó érzéssel, mosolyol az arcunkon. Oké? Kedves Robert, szeretném kérdezni, illetve segítséget kérni, akár itt, és most vagy a következő életembeni, vagy és mostban. Energetikai kötések, átkok, vagy energetikai blokkok, megszüntetés, vagy szellemi szinten se félrejelenségon. Energezek a személyektől. Oké. Okay. Ez már kvantumpszichológia. Itt eszméletlenül tudni kell az asztrál pszichológiát. Rengeteg plusz dolog van. Itt az történik, hogy az ego halás struktúráján belül vannak
amit úgy hív, hogy átkok. Ez egy eléggé ijesztő kifejezés, nem kell tőle megijedni. Ez kívántatok már másnak jót? Ez egy költői kérdés. De emlékezz, mikor másnak? Oké. Kívántatok már másnak rosszat? Oké. Na, az az átok. Az ember eszméletlen erős lény, csak úgy voltunk programozva, hogy állandóan szekáltak és dühítettek minket. Nem tudtuk, hogy mekkora erővel bírunk, mert mindig megpróbálták megmagyarázni, hogy te kis hülye, mit tudsz te, és nem tudtuk, hogy a mi dühöngésünk, és még az ellenpólusok is teremtenek, és minket használtak fel, mint teremtő antennákat. Na, megmondom, miért mondom ezt. 30-40 olyan átok létezik, amit a mélyállam használt, és rajtunk keresztül a mély elmébe beültette, és rajtunk keresztül táplálta. Sok átokból az egyik a szocializmus átka. Oké? Okay? Én csináltam egy szubliminálist, amit az expert coachba betettem, én ezt szívesen megosztom veletek. Azt én csináltam, a szubliminálist, az átkok eltávolítása. Jó? Nem tudom, hogy osszam meg, megosztom itt a chatbe. Jó, az úgy nektek? Az egy link, arra kérlek azonnal, azért mondom azonnal, mert amikor lezárom a zoomot, akkor eltűnik. Jó? Kattintsatok rá, és akkor megint egy kis zene játsza, és van három függőleges pont, 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 pont. Ha arra rákattintotok, akkor download, azaz letöltés. És mentsétek el. Megosztom a képernyőmet. Ezt, jó? Tehát ez a energetikai kötések. Van egy pár ismerősöm, aki ezekben nagyon jó. Az a lényeg, gyerekek, hogy nektek kell ebben a univerzumi irányításban nagyon jónak lenni. Most először nem fog menni. Tehát először tudod, azért kell az edző, a személyes edző, azért kell gyakorolni, azért kell edzeni, de utána ti lesztek a maratoni bajnokok. Aki visszamegyek az MP3-ba, itt ide betettem, egy pillanatot kérek. Unconscious consents, letting go, pillanat. Blood purification. Várjál? Ez az. Removing curses from past, present and future. Ezt elküldöm nektek. Ez nagyon szép. Én mondom a kvantumkódokat ez alatt. Egy pillanatot kérek. Hol van a... Várjál? Chat? Nézzétek csak. Itt a link. Ha erre rákattintotok, akkor... Bocsánat. Ezt fogjátok látni mind itt. Hol vagyunk? Itt ez az. És ez meg fog jelenni. Elkezd rögtön játszani. Egy kis három pontra rákattintasz. Download. És akkor meg letöltitek. Oksi? Robi, nincs bent a chatbe a link. Nem már. Én nem látom, nem tudom. Itt van, és csak. Advanced Mind Institute, elküldöm újra akkor. Ott van elvileg a chatbe mindenkinek. Ha nem megy, akkor szóljatok, elküldöm, hogy beteszem a YouTube videó alá. Egy jó hosszú link. Tehát Advanced Mind Institute. Nem jön. Ha átdobod nekem Messengeren, akkor berakom gyorsan. Oké, nem tudom, mi folyik itt. Jó, figyeljük a Facebook Messengeren? Igen, persze. Jó, jó. Vagy a Google Drive-ra rárakod, onnan is el tudom venni. Ez neked ott az Expert Coach-ba. Ez a Remove Curses from Past, Present and Future. Okay. Az Expert Coach MP3 a gyűjteményében van. Okay. Ez érdekes, okay. Hogy nem jelenik meg. De elküldöm nektek. Jó, gyerekek, hát nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm a figyelmet. Merre vagy, drága? Itt vagy, jó. Melyik az, Robi? Parancsolj, ott van nálad.
Látod? Egy pillanat, mindjárt csak közben itt be kellett loginolnom a fiókba, és most már egy csomó minden megvan. Jó. Igen, megvan, mindjárt rakom már is. Megpróbálod te is betenni a chatbe? Igen, Jó, igen, jó. Már is teszem, jó? Jó, oké. Mondjuk, hogy ez így látszódik-e. Benne van, Andrea. Jó, köszönöm szépen. Sikerült? Oké. Annál nagyobb buli nincs, mikor a saját programon kirúg engem. Hol van? Ott van. Kérlek, oké, most nem mondjátok, hogy köszönöm, mert egy eltűnik a link, próbálják letölteni. Gördítsetek egy kicsit fej a chatben, és ott van a link. Ez a... Nagyon Adrici tette be a linket. Mi? Megvan? Igen, most Ica beírta, hogy nem látja, de hát pont fölötte van. Betettem most már négyszer is. Oké, most ne kommenteljetek, légy, mert az mindig kitolja. Maradjon a legutolsó, tehát ott a link ismét. Látjátok? Chatbe van, a chatbe. Jó? Én megállítom a felvételt, ezt föltöltöm akkor majd a publikus YouTube-ra. Leállítottam.